Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a képviselőtestületi ülésünkön. És külön tisztelettel köszöntöm az ülésen dr. Szabó László Károly hivatalvezető urat és a Gál Ferenc Egyetem Békés és Szakképzőiskola 13. évfolyamos közszolgálati technikus hallgatóit és tanárukat is. Te vagy a tanár, oké. Okay. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok és velünk vagytok. És megnézitek Békésváros önkormányzat a képviselőtestületének ülését, hogy milyen az a gyakorlatban is. A napirend elfogadása következik. A kiküldött napirendhez van módosító javaslatom. Kérem, hogy a hétfői napon kiküldött és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által is tárgyalt nyílt 17 jelzésű Békés 0151/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyú előterjesztést vegye fel a képviselőtestület a napirendre, és a nyílt ülés végén a bejelentések előtt tárgyalja meg. Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztés napirendre vételéről. Tíz igennel elfogadásra került. És az elején kihagytam, de képviselőtestület ülésén 10 képviselő jelen van, így az ülés határozat képes. További módosító javaslatom nincs a napirenddel kapcsolatban, így kérem, hogy fogadjuk el egyben a napirendet. Tíz igennel elfogadásnak került. Első napirendi pont, tájékoztató a képviselőtestület két ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 30. paragrafus második bekezdésében foglaltatnak megfelelően az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet. Füledi János írásbeli nyilatkozatot juttatott el hozzám, melyben leírta, hogy 2023. március 6 napjával lemond képviselői megbízatásáról. Ennek megfelelően Füledi János képviselő megbízatása 2023. március 6 napjával megszűnt. Köszönöm ezúttal is az eddigi munkáját, és sok sikert kívánok neki a továbbiakban. A helyi választási bizottság március 16-án megtartotta a ülését, és kitűzte az időközi önkormányzati választást az egyes választókerületben. A szavazás napja 2023. június 11. Ezzel kapcsolatban kérdeznek képviselőtársak, hogy van-e kérdés. Az egész tájékoztatóval kapcsolatban Ránc Attila képviselő. Köszönöm szépen a szót. Csak egy gondolat a képviselő úr döntésével kapcsolatosan. Nyilván ezt vitatni nem tudjuk, de az az egyedüli eset történt meg, amely még Békésváros történetében sosem, hogy egy választókörzetben vagy választókerületben egy cikluson belül két időközi választást tartunk, tehát ilyen még nem történt. Ez egy sajnálatos és egyedi eset. Június 11 a választás időpontja, csak technikai kérdés, hogy akkor a képviselőjelöltek bejelentésének az utolsó napja az mi, mert az egy fontos dátum ebben a körzetben képviselőt állító szervezetek számára. Nem is igazán a választás napja, hanem ez a dátum a legfontosabb. Megadom. Letekeltetek. Megadom a szót dr. Tanai Judit jogász kollégánknak. Hát most már. Talán most már szól. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Április 22. napjától május 8. napjáig lesz a képviselőjelölt állítási időszak. Április 22-től május 8-ig. Köszönöm szépen. Hát sajnos az a körzet, mert Pásztor János sajnálatos esete óta egy hányattatott körzet ilyen szempontból. Mert már akkor is időközi kellett tartanunk sajnos. Igen.
Oké, amennyiben nincs további kérdés észrevét, jegyzőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, csak annyi kiegészítésem lenne, hogy a honlapunkon a választások, időközi választásoknál a választási bizottságnak a határozata fent van, és ott minden határidő ott van megjelölve pontosan, de jól mondta a kollega a nő, április 22-től a szombat reggel 8 órától lehet legkorábban fölvenni az ajánlóívet, és május 8-án hétfőn 16 óráig kell leadni. De az összes többi határidő is ott van fönt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Második napi rendi pont. Ja, bocsánat. Amennyiben nincs további kérdés észrevétel, hogy kérem, fogadjuk el a tájékoztatót. Tíz igennel elfogadásra került. Második napi rendi pont. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ha nincs, úgy kérem, szavazzunk. Tíz igennel elfogadásra került. Harmadik napi rendi pont, tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról. Úgy látom, nincs kérdés. Úgy fogadjuk el a tájékoztatót. Tíz igennel elfogadásra került. Negyedik napi rendi pont a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015-ös önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztés mind a három bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a rendelet tervezetet. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, úgy kérem, szavazzunk. Tíz igennel elfogadásra került. Ötödik napi rendi pont, beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2022. évi munkájáról. Nagy szeretettel köszöntöm az ülésen Erdélyi Imola igazgatóasszonyt. Az előterjesztés tárgyalta a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. Kérdezem igazgatóasszonyt, hogy esetleg van-e szóbeli kiegészítése. Köszönöm szépen. Megadom a szót Deákné Domonkos Juliannak, képviselőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Mint ahogy polgármester úr említette, több bizottsági ülésen is tárgyaltuk ezt az anyagot, így a Pénzügyi Bizottsági Ülésen és a Humán Bizottságon is, ahol én érintett vagyok. A Pénzügyi Bizottsági Ülésen igen részletesen próbáltam erre az anyagra reflektálni. Ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszámolót. Ez számomra igen sokat mondó és érdekes beszámoló volt. Amellett, hogy igazgatóasszonnyal, mint ahogy többször említettem, már kiváló szakmai kapcsolatot ápolunk, és ezt ezúton is szeretném megköszönni. A beszámoló természetesen a munkaterv alapján készült, nagyon sok számadattal, a fejlesztésekről beszámolóval, nagyon sok érdekes információval, akár születések számát illetően, akár beiskolázandó, nagycsoportos gyerekek számát illetően, sajnos olyan esetekről is beszámol, amely kiskorú terhességéről ad számot, de nagyon-nagyon örömmel olvastam a sok újítást, például szükséges volt most már a menekülteknek az ellátása, illetve tudom, hogy új fejlesztésekben is gondolkodik a gyógyászati központ igazgatója. Én az iskola nevében, valamennyi intézmény, oktatási nevelés intézmény nevében köszönöm szépen azt az áldozatos munkát, amit a gyógyászati központ munkatársai végeznek, kiemelten a védőnők, hiszen közöttünk vannak nap mint nap, rengeteg segítséget kapunk tőlük, így a rendhagyó órák, a szűrések és egyebek terén is természetesen a doktornőnek is nagyon köszönöm, hogy ott rendelkezésünkre áll.
Kaptunk egy nagyon kedves meghívást, a jövő héten csütörtökön ellátogathatunk a gyógyászati központba, mindkét telephelyre. Én ezúton is szeretném ezt megköszönni részemről, valószínű, hogy a látogatás rendben lesz, és köszönöm szépen a beszámolót, és további sok sikert, jó munkát kívánok. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót Mucsi András képviselőnek. Tisztelt képviselőtestület, ez egy nagyszerű beszámoló, de arra felhívom a figyelmet, hogy pillanatfelvételről van szó, hiszen ugye képviselőtársam említette az előbb a védőnőknek a dolgát. Ugye védőnők már 2023. éve nem ebben az intézménynek a szárnyai. Fél évtől. Hogy? Fél évtől. Fél évtől, így van. Tehát már nem ennek az intézménynek a szárnyai alatt vannak, hanem ugye átszervezésre került, de attól függetlenül a 22-es tárgyévet vizsgálva azt tudjuk elmondani, hogy az intézményünkre büszkék lehetünk, mert jó a munkája. Igazából én azt tudnám kiemelni, hogy ami van, az mindig természetes a lakosságnak, és ugye ezzel kapcsolatban is fogalmaznak meg kritikákat, de amikor valami nincs, akkor érezzük meg, hogy milyen jó, hogy volt. Tehát az, hogy a rendelőintézetet annak idején nem adtuk át az államnak, hanem megtartottuk, és így aztán mindenfajta szakrendelés békésen elérhető, és nem került kiszervezésre. Úgy gondolom, hogy ezért a lakosság nevében is köszönetet tudunk mondani, mert vannak olyan régiók, ahol egyszerűen nem találnak szakorvosokat, és van olyan rendelőintézet, de üresen kong az épület. És akkor be kell járni a Békés Csabára vagy Gyulára a szakrendelésekre. A háziorvos nem tud mit csinálni, hanem azt mondja, hogy hát akkor menjél és ott intézd. A békésiek nagyon szerencsés helyzetben vannak olyan szinten, hogy igazgatóasszonnyal is szoktunk rendszeresen konzultálni, és kiderül, hogy nem csak békés járásból, hanem járáson kívülről is jönnek, Csorvásról, Gyomaendrődről, Újkígyósról ide, ami azt jelenti, hogy jó az ellátás. Igazgatóasszony jó szakorvosokat tud leigazolni, és arra is odafigyel a Békési Rendelőintézet, hogy lehetőség szerint minden szakrendelésre két szakorvos is legyen, vagy akár több is. Hát amikor ugye ezt sikerül megoldani, hát egy konkrét dolgot szeretnék a képviselőtársaim figyelmébe ajánlani, hogy az egész megyében összesen 4 bőrgyógyász van, az egyik Békésen dolgozik főállásban. Tehát a mai világban, amikor hát szakorvosok olyan túlságosan nagy számban nem állnak rendelkezésre, Békés elmondhatja, hogy az ambuláns ellátás tekintetében egy kiváló minőséget képvisel, és így aztán minden egyes forint, amit az önkormányzat is beletesz az intézménybe, az jó helyre kerül. Annak is nagyon örülök, hogy nem csak hogy a szakorvosi ellátás tekintetében állunk jól, hanem a fejlesztések terén is. Az anyagból is kiderül, hogy tavaly is a kötelező kisebb-nagyobb karbantartások mellett folyamatosan ment az eszközbeszerzés. Igazgatóasszony jelezte, hogy most például új ultrahangot szerez be a rendelőintézet, illetve számos más eszközbeszerzés történik meg. Tehát ez fontos. A járásszékei státuszunknak és súlyunknak a megőrzése szempontjából is, illetve azért, hogy a lakosságot ki tudjuk szolgálni. Úgy gondolom, hogy szerencsés dolog az időpont rendszernek a bevezetése, hogy nem csak odaül az ember, és akkor majd sorra kerülök, hanem időpontra lehet menni, időpontot lehet kérni, és hát ugye olvasok, meg hallok kritikát, hogy fél órát kellett várnom, hát de nem fél hónapot. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó intézmény, és mindenképpen szeretném a beszámolónak az elfogadását javasolni a képviselőtársaknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én igen, annyit tennék hozzá kapcsolódva az elhangzottakhoz, hogy a járóbeteg szakellátunk nagyon jól működik, én is azt gondolom. Általában ami jó, az úgy könnyen megszokható, és amikor nem így van, akkor tűnik fel az embereknek. Ez nem sürgősségi ellátóhely, ezzel mindenkinek tisztában kell lenni. A sürgősségi ellátás az Békés Csaba kórházban van, ha valakinek olyan sajnálatos dolog történik, eltörik a kisujja, azt nem itt Békésen tudják ellátni azonnal. És egyre jobban működik, azt gondolom,
az időpont kérés is, és én remélem, hogy ez az elkövetkező időszakban is tovább fog fejlődni. Mindenki látja az egészségügyel kapcsolatos átszervezéseket, mind ügyeleti szinten, mind járó betegszakellátó szinten. Igazgatóasszonnyal, meg a hivatal munkatársaival egy elég megfeszített munka folyt, hogy nagyon sok adatot kértek tőlünk a rendelőintézettel kapcsolatban, az elkövetkező időszak pedig az egyeztetések időszaka lesz. Szeretnénk megtartani a járóbeteg szakellátót, mindent meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy továbbra is önkormányzati fenntartású legyen. Bízunk benne, hogy ez sikerülni fog. Kérdezem, hogy esetleg képviselőtársaknak van-e ezzel kapcsolatban még kérdése? Amennyiben nincs, hogy kérem, fogadjuk el a tájékoztatót, és kérem igazgatóasszonyt, hogy tolmácsolja köszönetünket. Tízigennel elfogadásra került. Hatodik napirendi pont, beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról. Az előterjesztés tárgyalta mind a három bizottság, és elfogadásra javasolják a határozati javaslaton. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 81. paragrafus 3. bekezdés F pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselőtestületnek a hivatal tevékenységéről. Jegyzőasszony eleget tett ennek a törvényi előírásnak, és egy igen részletes tartalmas anyagot terjesztett elénk. Mucsi András képviselő úr. A Fidesz-KDNP frakció nevében szeretnénk köszönetet mondani jegyzőasszonynak a munkáért. Többek között azért is, mert hogy a frakciónk soraiban ül polgármester úr, alpolgármester úr, illetve a három bizottsági elnök. A mi munkánknak a gördülékeny lebonyolítását nagyban segíti azt, hogy megfelelő számban állnak rendelkezésre szakemberek, és jó szakemberek vannak. Én a saját nevemben tudok beszélni. Ugye először lehúztam 4 évet, mint humánbizottsági elnök, aztán 4 évig, 5 évig voltam a ügyrendi lakási bizottság elnöke, most ismét a humánbizottságot viszem, és az alatt az elmúlt 13 év alatt rengeteg segítséget kaptam ahhoz, hogy a döntés előkészítések, illetve azoknak a végrehajtása gördülékenyen menjen, az ügyfeleink elégedettek legyenek. Tehát mindenképpen szeretnék jegyzőasszony mellett azoknak a szakembereknek köszönetet mondani, akik segítik a munkánkat. Még egyszer mondom, hogy nem tudnánk ilyen színvonalon ellátni a tevékenységünket, hogyha nem lenne megfelelő szakmai apparátus. Azt látni kell, hogy a polgármesteri hivatalok és az államigazgatás más szintjei között azért vannak komoly bérbeli differenciák, és nagyon jó az, hogy annak ellenére, hogy finoman szólva kevés a fizetés, de elég jó szakembergárdát sikerül Békésre lehozni, illetve Békésen megtartani, és hogyha valaki kilép, vagy kiesik, vagy hátrébb lép, akkor mindig jegyzőasszony tudja pótolni megfelelő szakemberekkel. Én úgy látom, hogy az apparátusnak a felkészültsége az jó. Az anyagból is kiderül, hogy a képzések, továbbképzések azok folyamatosan zajlanak, tehát ez nagyon fontos, de hát elsősorban gyakorlatban tanulja meg az ember a szakmát. Láttam én 1-2 jó szakembert úgy idézőjelben itt felnőni, hogy évek alatt egyre jobban beletanult és egyre profibb lett. Tehát ez a legjobb iskola, hogyha az ember gyakorlatból csinálja, de mindenképpen köszönjük azt, hogy itt a viharsarokban sikerül egy nagyszerű polgármesteri hivatali apparátus működtetni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a dicsérő szavakat jegyzőasszony nevében, és megadom a szót Deákné Domonkos Júliának képviselőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola intézményvezetőjeként szeretnék köszönetet mondani a polgármesteri hivatal valamennyi dolgozójának. Köztudott, hogy állami fenntartású intézményként mi nem az önkormányzat iskolája vagyunk. A fenntartónk ugye a Gyulai Tankerületi Központ. Én azt szeretném megköszönni, hogy Békésváros hivatala, illetve önkormányzata a Gyulai Tankerületi Központtal nagyon ideális kapcsolatot ápol, és nyilván ennek nyertesei mi vagyunk. Nagyon sok jogi és egyéb szakmai segítséget kapok én magam is az önkormányzattól, illetve Békés polgármesteri hivatalának szakembereitől. Neveket nem szeretnék kiemelni, mert nem szeretnék kihagyni senkit, de én nagy köszönettel tartozom ezért. Annál is inkább, mivel ennek a
ciklusnak a végén járok, tehát most az 5. éve vezetem újra az iskolát. Köszönetet szeretnék valamennyi ötöknek mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ebben az elmúlt 3 évben is egy elég változó körülmények között kellett helytállni, és minden kollégánk által salad. És nagyon hálás vagyok, hogy ilyen támaszunk tudnak lenni. Amennyiben nincs további észrevétel, úgy kérem, fogadjuk el a beszámolót. Tízigennel elfogadásra került. Beszámoló a 7. napirendi pontunk, beszámoló a 2022. évi helyi adóztatási tevékenységről. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és elfogadásra javasolja a határozati javaslaton. Az 1991. évi 20. törvény 138 paragrafus 3. bekezdés G pontja kimondja, hogy a képviselőtestület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. Ennek a törvényi előírásnak is eleget téve benyújtásra került a testület számára ez a beszámoló. Megadom a szót Csibor Géza a bizottsági elnök úrnak. Köszönöm szépen a szót. Az adó, mint magánember, az nem annyira jó dolog, de mint közösség, abnak működése szerintem nélkülözhetetlen. És hát az előző napi rendi pontot folytatva, itt nagyon gratulálok a hivatalnak, a beszedés százaléka 97% fölötti, ami jobb, mint az állami beszedés, tehát hogy nagyon-nagyon jó, amit teljesítenek itt a közösség pénzét illetően a hivatal dolgozói. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót Polgár Zoltán, alpolgármester úrnak. Köszönöm szépen, polgármester úr. Én is csatlakozni szeretnék képviselőtársamhoz, hogy osztályvezető asszonynak és jegyzőasszonynak is megköszönjük ezt a beszámolót, ami elég terjedelmes. Itt 7 oldalban pontosan le van írva nekünk, hogy majdhogy nem mondhatnám, hogy szájbarágóan teljesen, hogy mindenki pontosan megértse, hogy miről is van szó. Nagyon jó kis anyag, kiolvasható belőle, hogy azt ugye tudjuk is, hogy kétféle helyi adónemünk van, a kommunális jellegű és a vagyoni típusú, azok még egy-két fele vannak osztva, de a legtöbb bevételt a helyi iparűzési adóhoz, ez több mint 76%-ot, és hogy képviselőtársam is mondta, 97,4%-on teljesített az adóbevétellel kapcsolatban a városunk, amit több dolgot is előrevetít. Az egyik, hogy ez egy elég megfelelő előkészítés, az előkészítés pedig munka jött utána, és egy nagyon stabil költségvetést is mutatott. Hát remélem, hogy ebben az évben is ugyanígy fogunk állni, de ami még nagyon fontos, hogy azok az embereket is említsük meg, akik az adóosztályon dolgoznak, mert azért kiolvasható volt az is, hogy amellett, hogy mindenben segítenek a befizetés, bevallást, a helyi adózásra a kapcsolatban mindenkinek segítenek, amellett nagyon sok változással is kell szembenézniük. Többek közt olvashattuk ugye, hogy itt a ASP rendszernek most újabb béta verziója jött 2022. decemberében, azt is újra tanulni, beleszokni, és akkor emellett még mindenkinek segíteni. Én nagyon köszönöm jegyzőasszonynak, osztályvezetőasszonynak a munkáját, és arra kérem, hogy tolmácsolják a dolgozóiknak is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót Juhos János képviselőnek. Köszönöm a szót. Én egyetértek Csibor képviselő úrral, az adót azt be kell fizetni mindenkinek, az hozzájárul neki. Sőt, mi több, nem egy nyilatkozatomban hallhattátok azt, hogy szeretnének a békési vállalkozók sok adót fizetni. Nem viccelek. Ezt határozottan komolyan mondom, hogy tudjunk jó adót fizetni. Látszik a számokból is, hogy a legnagyobb bevétel a helyi iparőzési adóból jön be. Én pontosan azért dolgozom, hogy ezeket a helyi vállalkozásokat erősítsük meg, és még több adót tudjanak fizetni. Ahhoz viszont olyan környezet kell, ahol tudnak élni, dolgozni, működni. Sújtja az önkormányzat és mindenki mást, a lakosságtól kezdve az energiárobbanás, ugyanabban a világban élünk, ugyanazokkal a békésiek, a megrendelőink, akiket minden más kiadás sújt.
Az áram, az energia az egy dolog, amit egy vállalkozónak ki kell gazdálkodni, természetesen is mosolyoghat mindenki. A béremeléseket ugyanúgy ki kell gazdálkodni, és nem akarom sorolni tovább. Viszont ez a építményadó, amikor be lett vezetve, akkor szóba került, hogy ezt majd felülvizsgáljuk menet közben, és megpróbáljuk a mértékét csökkenteni. Én, amikor meglátom, meg nem egy iparos társunk a esedékes építményadó számlákat, bizony veszünk egy mély levegőt. Nehéz kigazdálkodni ezen múltkorában is, és minden alkalommal ezt szóvá tettem, hogy ezt azért vizsgáljuk fölül, mert nem jó. Hagyjuk élni a vállalkozókat, hadd növekedjenek, és úgy tudjanak egy nagyobb forgalmat generálni. Bejön a másik oldalon, amikor ezt a magyar állam megcsinálta, egyik oldalon az adócsökkentést, a másik oldalon nem okozott veszteséget. Tehát én ezt az építményadót változatlan sokallom. Önkormányzatnak meg kell, boldogulni kell, élni kell, be kell szedni egy bevételt. Ez nem vita kérdés egyikön között sem. Itt pusztán az elosztás mértéke. A lakosságot nem terheltük vele, helyette a vállalkozók fizetik meg. És ez nagy teher. Köszönöm szépen. Megadom a szót Földesi Mihály képviselő úrnak. Köszönöm a szót. Azért szólaltam itt meg a végén, örömmel hallottam, amit Gyors János képviselő úr mondott, hogy a békési vállalkozók szeretnének többet fizetni adóban, hisz akkor több bevételük van. Viszont azt látjuk, hogy 97%-ra sikeredett a behajtása, vagy a befizetése a kommunális adónak, illetve az iparűzési adónak. Ezt bizottsági ülésen is beszéltük, hogy el kell gondolkodni, ugye ott hallottuk, hogy a elmaradt részt az behajtásra kerül, nem tudom, hogy az összeget sikerült azóta megállapítani, és hány főt érint, majd erre válaszolnak. Én ugye ott a bizottsági ülésen is azt tettem fel lehetőségként, hogy a vállalkozóknak biztosítsuk azt a lehetőséget, hogy valahol, valamelyik projektben ugye nagy csomó pénzt kapott a város fejlesztésre, le tudják dolgozni azok, akik nem tudták befizetni ezt az összeget. Tehát, hogy segítsük őket, illetve kommunális adó esetében pedig egyezkedjünk, mint ahogy Gyors János képviselő úr is említette, elég nehéz helyzetben vagyunk, sok minden sújtja mind a családokat, mind a vállalkozókat, és próbáljunk meg kíméletesek lenni valamilyen szinten, és segítsük őket ezzel is, hogy munkát biztosítunk számukra, és gyakorlatilag biztosítjuk a lehetőséget, hogy az elmaradásaikat befizessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Akkor egy pár szóban válaszolnák talán. Az építményadóval kapcsolatban ugye az még az előző ciklusban került be, vagy az előző ciklusokban került bevezetésre, és igen, többször szó volt arról, hogy csökkentsük ennek a mértékét. Ez összességében egy 20 milliós tétel a város bevételi, város adóbevételei között. Bízunk benne, hogy a következő év jobb lesz, mint az elmúlt évek, mert azért erre a 20 millió forintra is nagy szükségünk van. Ami a Földes képviselő úr javaslatát illeti, én nem hiszem, hogy az Európai Uniós pályázatok megengedik azt, hogy valaki munkában tudja le. Ott számlák, bizonyítók, teljesítési igazolások kellenek. Nincs az, hogy valaki tartozik az önkormányzatnak, és akkor 100.000 forint értékben ledolgozza, amit ő tartozik iparűzési adóban. Én ezt nem tudom. Nagyon sokat szigorodott az elmúlt időkben ugye az egész uniós pályáztatási rendszer. Nyílt pályázatot kell kiírnunk 50 millió forint fölött mindenféle beruházásunkra. Ezek teljesen nyíltak, és igen, ide jöhet valaki Sopronból, bárhonnan beadhatja a pályázatát, és nekünk a megfelelő szabályozásnak megfelelően kell bírálnunk ezeket a pályázatokat. Tehát
több, az előző ciklusban is nézett osztályvezető úrra is, hogy próbálkoztunk mi azzal, hogy helyi vállalkozót hozzunk, tehát beleírtuk a pályázati kiírásba, hogy előnyt jelent, úgy hívják ezt, hogy KFF, ha jól mondom, és ez ilyen folyamatban épített közbeszerzési eljárás. Úgy dobták ki ezeket a dolgokat a közbeszerzési hatóság részéről, ahogy az kell. Nem tudom, mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél inkább helyzetbe hozzuk a helyi vállalkozóinkat, de azt látni kell, hogy azért itt nyitott a piac, az Unió elvárja tőlünk, hogy kinyissunk minden kaput, és akkor ezek mellett kell minél több helyi vállalkozót is helyzetbe hoznunk, mert akkor, ahogy a fejlázásodból láttam, te arra gondolsz, hogy ők dolgozzanak, és akkor több bevételük lesz, és akkor megadják. Mielőtt még megadnám a szót, elnézést, még egy gondolat ezzel kapcsolatban, ugye azt azért mindenki tudja, hogy évek óta nem emeltünk sem a kommunális adómértéken, semmilyen adómértéken. Azért azt tudni kell, hogy a kommunális adó az emberek fejében még mindig úgy van beágyazva, hogy ez a szemétszállítási díj nem. A kommunális adó az a város üzemeltetési adó, ha akarom így fogalmazok, ez a város kötelező, nem kötelező feladataira van fordítva. A szemétszállítási díj az egy teljesen más tétel, arról mindenki kap negyed évente egy csekket, amelyet be kell fizetnie, és azt gondolom azért, ha körbenézünk a nagyvilágban, vagy valaki megkérdezi a Békés Csabai, vagy bármelyik területen, hogy milyen díjakat fizet, én úgy gondolom, hogy mind kommunális adóban, mind a különálló szemétszállítási díjban azért mi nagyon alacsony szinten teljesítünk, vagy kérünk az emberektől, ezzel is igyekszünk segíteni a mindennapi életüket. A szemétszállítási díjat ráadásul nem is mi határozzuk meg. És megadom a szót Földesi Mihály képviselő úrnak. Köszönöm a szót. Kommunális adóval kapcsolatban csak annyit, hogy mivel ugye a szemétszállítási díja, ahogy polgármester is elmondta, a kettő különbözik, viszont a BKS Kft. És a helyi nyilvántartás, már a polgármester hivatal nyilvántartása, a kettő eltér egymástól, tehát akár ezt is lehetne szinkronizálni. Ki az, aki szemétszállítási díjat fizet, kommunális adót nem, és fordítva. Tehát, hogy ezeket is tegyük valahogy rendbe, mert szeretnének fizetni, de nem kap csekket, gondolom, hogy azért nem ment, és nem is keresi természetesen a lehetőséget. Iparűzési adóra visszatérve, én úgy gondolom, hogy maximálisan egyetértek azzal, hogy ott nem lehet. Az tény és való. De mindegy, hogy kinyeri meg, elsősorban bízunk benne, hogy főleg békésiek pályáznak, és a EU-s pályázatokat ők viszik el, de ott alvállalkozóként kérhetjük, hogyha keresnek, hogy kiket részesítsenek már előnybe, és az ott kapott pénzből gyakorlatilag tudja pótolni vagy kifizetni a tartozását. Tehát én ilyen lehetőségekre gondoltam, és nem a törvényellenes dolgokra. Nem törvény, az sem törvényellenes, csak nem megvalósítható. Az a probléma, hogy kérni kérhetünk, igen, hogy légy szíves békési vállalkozókat alkalmazzál, aztán ez egy kérés. Megadom a szót Juhas János elnök úrnak. Köszönöm szépen. Ez pont ez a téma, amihez hozzám is nagyon sok megkeresés érkezik, hogy hogy lehet az, hogy más városokban békési vállalkozók sikeresebbek, mint ahogy itt. Ezt tárgyaltuk már nem egyszer. Én egyetértenék azzal, hogy tényleg találjuk meg annak a módját, hogy hogy lehet normálisan, törvényesen, nem szabályt szegve helyzetbe hozni. Eltelik neki a rengeteg idője, elrá Szarvasra, Szegedre, ugyanazzal az árajánlattal. Nem látok benne tisztán, nem értem a dolgot, de a logikáját sem értem. És ugyanakkor máshonnan megjönnek ide. Köszönöm. Én nem nagyon tudom azért, hogy a vállalkozói szinten olyan sokan jönnének ide, de lehetséges, hogy igazatok van. Tehát továbbra is mondom, a közbeszerzés azért eléggé gúzsba köt bennünket. A szemétszállítási díjra még így zászóként annyit, hogy ott nem a BKS Kft. Állítja ki a számlát már most nem tudom, hanyadik éve, hanem a fő kuka NHKV, Nemzeti Hulladékkezelési Vállalat, azt hiszem, az a neve. Ami nálunk még ilyen régi tartozások nyilván vannak tartva, azt a BKS, volt egy év, amikor a BKS számlázott, nem tudom hány évvel ezelőtt,
Ott még vannak tartozások, azokat a cég igyekszik, amennyire lehet behajtani, amikor itt a szemétszállításnak az átszervezése történt. Egy évig számlázott a BKS, utána már az NHKV számláz. És hogy most ez az idejében hogy fog változni, azt én még nem is tudom, mert ugye megint a szemétszállításban is lesz módosítás az uniónak megfelelve, ugye ott is a MOL nyerte a koncessziót, azt hiszem országosan a szemétszállításra, ő jelenleg tárgyal a regionális szereplőkkel, és mi meg, mint alvállalkozók bízom benne, hogy továbbra is részt tudunk venni ebben. Akkor az adózást azt gondolom, hogy megtárgyaltuk. Amennyiben nincs további észrevétel, úgy kérem, fogadjuk el a beszámolót. Tíz igennel elfogadásra kerül. Nyolcadik napi rendi pontunk, beszámoló a 2022. évi mezőri tevékenységről. Az előterjesztés tárgyalta a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslaton. A mezői őrszolgálat keretében 2022. évben három fő teljesített szolgálaton, területi hatája a zárt kertben található ingatlanok őrzésére terjed ki. Nagyon fontos a kertekben történő folyamatos jelenlétük, amely biztosítja az alacsony elkövetési számot is, és egy nagyfokú biztonságérzetet is ad. Ezzel kapcsolatban kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés még a mezőrökkel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy kérem, fogadjuk el a beszámolót. Tíz igennel elfogadásra kerül. 9. napi rendi pont, beszámoló a 2022. évi közfoglalkoztatásról. Az előterjesztés tárgyalta a Humán Szociális Bizottság és a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. A közfoglalkoztatás a munkaviszony speciális formája, ugye, amelynek a célja, hogy a közfoglalkoztató sikeresen vissza, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A tavalyi évben 228 fővel kötöttünk közfoglalkoztatási szerződést. A programokban foglalt kötelezettségeinknek eleget tettünk. Ehhez még annyit fűznék hozzá, hogy ez ugye nem azt jelenti, hogy 228 státuszunk van, hanem azt jelenti, hogy a 83 fős húzamos státuszunkban ekkora volt a forgás az elmúlt évben. És tudni kell arról is, hogy egy minden évben egy csökkenő státuszszámunk van, mert az előző évi átlag alapján kapunk a következő évre egyáltalán létszámkeretet. És a be nem töltött idők, amikor egy-egy hónap kiesik, vagy a nyári időszakban azért több is kiesik, akkor ezek csökkentik a mi összidőnket, és így idején is azt hiszem egy vagy két fővel kevesebb a közfoglalkoztatási keretünk. És ezzel kell helytállnunk a város minden területén, akár a startmunkában, akár kinn az utcán. És én azt gondolom, hogy mindent meg is tesznek ezek az emberek, mert sok esetben én azt látom, hogy olyan emberek dolgoznak nálunk, akik a hűségből azt gondolom, vagy a város iránti elhivatottságból, hogy simán megállnák a helyüket bármelyik vállalkozónál, bármelyik piaci szegmensben, és itt vannak, és nap mint nap kint gyűlik az ipart. Nem egy hálás feladat, és mindig meg is vannak találva, úgy gondolom, hogy jogtalanul sok esetben, mert tényleg mindent megtesznek, amit tőlük telik. Megadom a szót Deákné Domonkos Júliannak, képviselőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Nagyon röviden csatlakoznék polgármester úrhoz. Említette, hogy a nyári időszakban ugye jobban van lehetőségük az embereknek munkát vállalni, akár a mezőgazdaságban. És ugye nagyszerű volt azt olvasni ebben az anyagban, hogy a nyára viszont diákmunkában is jeleskedünk, tehát foglalkoztattunk az elmúlt időszakban is 16-25 év közöttieket diákmunkában. Én azt gondolom, hogy munkatapasztalat szempontjából is ez nagyon-nagyon jó, úgyhogy ezért is köszönetet mondok a fiatalok nevében is, illetve
nem Békésváros önkormányzatától, illetve a hivataltól kaptuk mi is a 7 közfoglalkoztatottunkat, hiszen a fenntartónk biztosítja számunkra. Nagyon nagy örömömre idén nem csökkent, illetve a 22-es évben sem a közfoglalkoztatottak száma, és nagyon-nagyon hasznos munkát végeznek, úgyhogy én is szeretném kiemelni az ő fontosságukat, eredményességüket, és bizonyára ez a tapasztalat itt a hivatalon belül is, úgyhogy köszönjük szépen a beszámolót is, és a munkájukat is. Köszönöm szépen, megadom a szót Balogh Zoltán elnök úrnak. Köszönöm szépen a szót. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy nagyon sokrétű munkát végeznek itt a közfoglalkoztatottak, itt a beszámolóból kiderül. Nem is gondoltam én is, hogy ennyi mindent csinálnak a közfoglalkoztatottak a városba. Azt láthatjuk, hogy a városüzemeltetésben és a karbantartásban oroszlán részt vállalnak. Itt egy pár dolgot, amit kiemeltem belőle, hogy 14 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze, illetve 500 folyóméter járdát újítottak fel, 10.000 négyzetméter területet kaszáltak. Úgy gondolom, hogy ez igen komoly és látványos munka a városban, ami hozzájárul ahhoz, hogy élhetőbb legyen a városunk, és a polgárok is meg legyenek elégedve a környezetükkel, illetve még itt az utak kátyúzása, és hogy tehát itt a textil varrás, szappanfőzés is benne van ebben a programban, amelyik hozzájárul, amelyik kifejezetten itt bevételt is termel valamilyen szinten a városunknak. Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mucsi András képviselő. Én is szeretettel köszöntöm a BKS-nek a képviselőit is, akiknek a keze alá tartoznak ugye ezek az emberek, akik közfogiba dolgoznak. Ugye én is azt tudom kiemelni, amit Balogh elnök úr is mondott, hogy mint választókerületi képviselő nem tudnám a munkámat úgy ellátni. Tehát egyébként azt hiszik, hogy ez filozófiai kérdés, azt hiszik rólunk körzetben megválasztott képviselőkről, hogy mi ilyen gondnokok vagyunk, pedig nem. De attól függetlenül úgy kezelnek bennünket 30 éve, mióta megszűnt a tanács, bár van, aki következetesen és erőszakosan továbbra is tanácsnak nevez bennünket. Se tanács nem vagyunk, se gondnokok nem vagyunk, de attól függetlenül jönnek a telefonok folyamatosan. Ha van egy elhagyott ingatlan, amit ugye képviselőtársam is szokott rendszeresen előhozni, meg a többiek is, mindenkinek a választókerületében tapasztalat, hogy akkor az ki van nevezve személytelepnek. Azonnali hatállyal személytelepé nyilvánítja a lakosság, és akkor jön a telefon, mit tudunk csinálni, BKS. És az a jó, hogy van erre lehetőség, hogy az anyagban is benne van, már nagyon szomorú, hogy kell ilyennel foglalkozni. 14 tonna ramatyot, vagyis leánykori nevén illegális hulladékot szedtek össze csak a tavalyi évben. Nagyon nincs mit csinálni ezzel a dologgal. Az a jó, hogy tényleg van egy olyan jó brigád, egy bejáratott csapat, aki a BKS-nek az állandó munkatársai és a közfogiba felvett emberek együtt meg tudják oldani ezeket a dolgokat. Ahogy Balogh képviselő úr is mondta, van kátyúzás, akkor a belógó fák gajainak a levágása, nyakazása. Tehát gyakorlatilag egy csomó olyan dolog van, ami nélkül élhetetlen lenne a város. És az, hogy valami készen van, az természetes. Ezt szoktuk ugye mondani. De hogyha egy évig nem lenne ez a program, mondjuk a közfogis program, meg egy évig a BKS nem tenni a dolgát, akkor megnézhetnék magukat. Mert hogy az öngondoskodás az elég gyerekcipőbe jár, nem hogy gyerekcipőbe jár, mert ment ez valamikor gyerekcipőbe, fejlődött vissza a városba. Tehát elvárják azt is sokan, hogy a házuk előtt eldobott papír zsebkendőt is a közmunkásnak kell összeszednie. A nagyszüleimnél ez szégyen lett volna, ha más oda megy a Kispince utcán a porta elé. Szégyen volt eldobni. Szégyen. Meg eldobni a szemetet, meg szégyen volt rendbe rakni. Hát most már egy más világot élünk. Ez az igaz. Tehát jó is egyébként, hogy vannak olyanok, akik ezeket végzik, és ezeket a tevékenységeket folytatják. Mindenképpen köszönöm azoknak az embereknek, akik részt vesznek ezeknek az embereknek az irányításában. Ugye alapvetően miért megy a közmunkaprogram? Van egy olyan filozófiai oldala, hogy
hogy azok, akik kikerültek a munkaerőpiacról, azoknak segítenek visszailleszkedni. Rengeteg embert nyertünk, mi is önkormányzat. Nagyon sok olyan munkatársunk van, aki valamikor közmunkásként kezdte, a kulturális központtól kezdve a HEP iskolán át a BKS telepig, és azóta megtalálták a helyüket a rendszerbe, és nagyszerű munkatársaink. Azt gondolom, hogy egy jó dolog, viszont a másik az, hogy olvastam egy ilyen elemzést, hogy sajnos van a munkavállalóknak egy olyan rétege, országos szinten egy olyan 100 000 ember, akit egyszerűen nem szív fel a munkaerőpiac, mert a vállalkozó nem veszi fel mentális vagy egyéb egészségi állapota miatt. És ugye azoknak az embereknek is ez egyfajta esélyt biztosít, hogy a közfoglalkoztatásban, mondjuk a huzamosabb programban pénzhez jutnak, és mégis úgy jutnak egy kis jövedelemhez, hogy munkát végez érte. Tehát ez egyfajta méltóságot is ad, hogy az Úristen az embert a munkára teremtette, ez az alap természete, és az egy méltóságot ad az embernek, hogy úgy szerzek jövedelmet, hogy dolgozok érte. Ez egy jó dolog, és hát ugye, amit Julika is mondott, mi is hálásak vagyunk a református gimnázium, 32 fő diákmunkás volt tavaly, ezeknek egy része ez ugye a mi gyermekeink, és ezeknek a gyerekeknek ez sokat jelent, mert hogy munkaerő, piaci tapasztalatot szereznek, pénzt keresnek nyáron, hasznosan eltöltik az idejüket, tehát örülök, hogy a Békési Önkormányzat minden évben erre a dologra is pályázik, és ugye ezekkel a gyerekekkel is lehet dolgozni, és hát ez is abból adódik, hogy nagyon jó a kapcsolat a Békés Vármegyei Kormányhivatallal, tehát velük együttműködésben ezeket a lehetőségeket ki tudjuk használni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Földesi Mihály képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, nem akarom szaporítani a szót, gyakorlatilag a képviselő urak elmondták, hogy mekkora haszon származik gyakorlatilag ebből és kettős, mind a polgármesteri hivatal részére, illetve hát azok az emberek, akik ebben részt vesznek, ők is hasznosnak érzik magukat, mert tehetnek a városért. És tényleg nagy köszönet illeti a BKS-t is, hisz nem könnyű ezekkel az emberekkel együtt dolgozni. Én látom, hogy a vezetés részéről is ugye megszületett többször már az, hogy kimentek, és ugyan tényleg éhbérért dolgoznak, és megköszönték mindazt a munkát, amit végeztek az elmúlt időszakban, úgyhogy én is csak köszönettel tudok tartozni számukra. Amit viszont megjegyeznék itt a két dolgot, a Start munkaprogram során ugye járdalapokat készítenek. Mindaddig, amíg ez olyan helyre kerül, mint az árok és egyéb, az azt mondom, hogy rendben van. Én úgy gondolom, hogy lassan túlnőttünk már azon a koron, hogy ebből járdalapok készüljenek. Már úgy értve, hogy járda készüljön. Én azt gondolom, hogy ezek a járdalapok ideje lejárt járdakészítéshez. Ki lehet vinni ezeket a járdákat ugye a peremkerületekbe, lásd kertekbe, ahol élnek emberek. Én azt mondom, hogy ott lehetne itt fejleszteni belőlük, és még örülnének is neki, mert nem sárba kellene közlekedniük. Viszont a városon belül én úgy gondolom, hogy ezeket amennyire lehet lassan meg kell szüntetni, és ki kell váltani. Ha sikerült megoldani a 8-as számú választókerületben a járdakészítést modern, 21. századnak megfelelnek, én úgy gondolom, hogy az egész várost át kellene ebbe az irányba alakítani, és a járdalap helyett valami fűvaltkövezéshez megfelelő formákat kéne. Hát ott is ugyanezeket a feltételeket kell biztosítani, látom, hogy ingatja a fejét polgármester úr. Ugyanolyan minőséget kell biztosítani ezekből a járdalapokból is, bár látom itt a jobb és bal partjának örösnek mennyire sikerült megoldani, és milyen különbözőségek vannak, de jó. Én akkor is úgy gondolom, hogy ha Start munkaprogram, pénzt fektetünk bele, akkor tényleg olyan hasznot állítsanak elő, amivel tényleg szebbé is tehetjük a várost. Mind a mellett mondom, ha ez az árkokba kerül, akkor azt mondom, hogy rendben van. Mezőgazdasági program. Nagyon szépen ki lett mutatva a növénytermesztés, viszont az zártkerti rész az olyan úgy elsiklott a mennyiségi oldal. És azt is láttam, hogy ez gyakorlatilag a Szociális Szövetkezet szippantotta föl.
Mutassuk már ki azért azt a részét is, hogy hány kilót szedtünk le, mennyit adtunk át a szociális szövetkezet részére, mit készítettek belőle, mert azt látom, hogy hála jó Istennek gyümölcspálinkát is készítettünk, reprezentációs célokra használtuk fel, almalé is készült, iskolákba került, óvodákba, én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó dolog. Írjuk ma oda, hogy miből mennyi. Tehát, hogyha pontosak akarunk lenni, akkor legyünk pontosak. Lássuk azt, hogy a szociális szövetkezet mennyit kapott. Gondolom, hogy főleg ők használják a hűtőházat is. Majd egyszer megkérdezem, hogy igazából mennyit fizetnek érte. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a munkáját ezen a területen, és tegyük tényleg hasznossá. Ja, ott még volt egy cseresznye ültetvény, még nem fordult termőre. Én tudok olyan képeket mutatni, ahol ezek a kis fák dugig vannak cseresznyével, bár ha megette a seregély, akkor oké, rendben van. De ha ez is a szociális szövetkezethez került, akkor azt is írjuk már oda, hogy mennyit sikerült megint átadni a szociális szövetkezetnek. Én úgy gondolom, hogy az is egy for profit vállalat, dolgozzon megérte, illetve segítse a BKS-t, hogyha ezeket a mennyiségeket, vagy ezeket a terméseket felhasználja anyagilag. Köszönöm szépen. A járdalapokra visszatérve, tehát a járdalap jelenleg az én úgy tudom, és kolléganő esetleg megerősít benne, nem engedélyezett az, hogy változtassunk azon, amit eddig gyártottunk. Tehát nem lehet új elemeket behozni, járdalapot, betonelemet gyárthatunk, nem válthatunk át másra. A technológiánk és a személyi állományunk is olyan, hogy a járdalapgyártásra alkalmas. Térburkoló kőnek az készítésére nem nagyon vagyunk alkalmasak, de képviselő úr, szerintem szívesen látják kint a BKS telephelyén, és megmutatják, hogy készül, hogy dolgoznak az embereink. Ami a kertjeinket illeti, összesen 6 darab kertünk van, és a tündérkert. Nagyon szívesen látunk, és Egei Laci bácsi nagyon szívesen lát, szerintem bárkit, és megmutatja a tündérkertet is, meg segítséget is elfogad. Tudni kell, hogy jelenleg egy közmunkás, aki ért hozzá és elvégzi a szakmunkát, illetve egy másik hölgy van, aki a mindennapi karbantartási munkákat végzi a kertekben. Főként gyümölcsfáink vannak, igen, és azoknak a feldolgozása történik meg. Szeretnénk megtartani elsődlegesen a tündérkertet mindenképpen, mert ott azért van egy olyan 100 fát meghaladó állományunk, amelyek szerintem egyedül áll, vagyis hát legalábbis megsüvegelendő az a fa állomány, ami ott található, és Hégely Laci bácsinak a szaktudása is megsüvegelendő, meg a lelkesedés, amivel azokra az állományokra vigyáz. Közben megadom a szót Deákné Domonkos Uliannak, képviselőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Mivel ennek a beszámolónak kapcsán felvetődött képviselő úr részéről a szociális szövetkezet, mint foglalkoztató, ahol nyilván igen, közfoglalkoztatottak is, de státuszban lévők is tevékenykednek. Én szeretném elmondani, hogy a szociális szövetkezet amellett, hogy nagyon fontos értékteremtő munkát végez a városunkban, úgy gondolom, hogy az intézményekben, oktatási nevelési intézményekről beszélek főképpen, akár egészségnevelési héten, akár jótékonysági rendezvényen, akár vendégfogadás kapcsán igen sok felajánlást tesz. Itt az almalé kóstolástól kezdve tálalásig, kínálásig, hét krajcár programban való kiosztását is említhetném az ott készült almalének. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok gesztust tesz a szociális szövetkezet, tehát én köszönöm nekik azt, hogy számíthatunk rájuk, és a gyerekek pedig örömmel fogadják. Úgyhogy én köszönöm szépen azt, hogy ott ilyen munka folyik, és hogy mi is részesülhetünk annak eredményéből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tanácsnok asszony, Mucsi András képviselő úr. Arra a dologra felhívnám a figyelmet. Örülök neki, hogy képviselő urat érdekli a szociális szövetkezet, engem is. Tehát érdemes lenne akár egy tájékoztató anyagot bekérni.
Hát én szerveztem egyszer egy kihelyezett látogatást a BKS-hez, az akkor se jött el földesi képviselő úr, Nánási úr megmutatta magát a telephelyet, helyszínen lehet ezeket a dolgokat megnézni, tehát tudom ajánlani a képviselőtársaimnak, hogy ugye akkor ezeket a kérdéseket rövidre lehet zárni, és meg tudjuk magunknak spórolni, mert lehet látni, hogy ez hogy működik, és ott van az igazgató úr, gazdaságvezető asszony, az összes szakember az ilyen látogatásokon, és akkor ugye ezzel kapcsolatban tudnak tájékoztatást adni. Én hiszek abban, hogy jók ezek a papírok is, de ezek a háromdimenziós látogatások, ezek az igaziak. Elmegy az ember, megnézi az új ultrahangot a rendelőintézetbe, a BKS-nél megnézik, hogy engem is amúgy érdekelne, hogy készül a járdalap, miért csak ennyi van, hova használják fel, stb. Tehát ilyen háromdimenziós dologba. Úgyhogy a szociális szövetkezettel kapcsolatban meg annyi, engem is érdekelne amúgy, nézzük meg akkor, és reménység szerint. De az biztos, hogy tehát érzem én az iróniát, csak ez nem biztos, hogy a jó irány. Tehát az, hogy itt más embereknek a munkájával csúfolódunk. Tehát, hogy elvitte a seregei meg mindent. Tehát ez ilyen ráutaló magatartás, megint ez a finom kis szurkálódás, hogy na hát ki, mindig ez, hogy lefotózom, meg utána nézek, meg hogy vajon kinyúlta le. Hát miért kell feltételezni, hogy meg a seregei, meg menjünk oda, kérdezzük meg, mennyit termeltek, mit csináltok belőle. De ez mindig ez így, hogy sejtetjük, hogy na, már megint valami nincsen, de ez nem teljesen fair, szerintem. Csináljunk akkor oda is egy kihelyezett ülést, menjünk el. Egyébként jogosak ezek a kérdések, mert képviselő úr kérte, hogy a BKS számoljon be elmúlt hónapban mit csinál. Itt van megint. Nánási úr mindig nekünk, folyamatosan nekünk dolgozik gyakorlatilag, mert minden hónapban a pénzügyi bizottság tárgyalja. Amúgy teljesen jó, mert én is látom, hogy a saját körzetemben mik történtek. Tehát ezek legitim dolgok, csak korrektek, legyünk korrektek. Nem a seregély vitte el, vagy nem lerohadt, meg mit tudom én, hanem nézzük meg, hogy tényleg akkor mennyi termet, hol használták fel. Tehát ez egy így fel szerintem. Köszönöm szépen, képviselő úr. Ránc Attila képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Azt javaslom, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba. Néha jó az is, ha tiszta víz van benne, de nagyon szívesen venném, ha például a Szociális Szövetkezet által előállított almalét is megkóstolhatnánk. Volt már rá példa, volt már itt, és ajándékot is kaptatok belőle. Én ezt többször javasoltam, hogy a testületi ürösen kóstolgassuk például a Szociális Szövetkezet termékeit. Ha jól tudom, a megylé is, meg céklalé, meg nem tudom. Jó a víz, egyébként tökéletes a tiszta víz, de a képviselőtestület ülésén szerintem ezen túl legyenek itt a Szociális Szövetkezet termékei is. Köszönöm szépen. Jelezni fogom elnök úr irányába, de azért nem mi fogjuk elfogyasztani az ő hasznukat. Földesi Mihály képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, én már nem akartam hozzászólni, de Rácz Attila nagyon képviselő úr nagyon szépen elmondta a gondolataimat, tehát hogy kóstoljuk meg mi is. Mucsi András képviselő úrtól nem várom el, hogy értse, amit én mondok, hisz ő bölcsész. Én gyakorlatilag annyit mondtam, hogy forintosítsuk. Tehát, értem, hogy a szurkapiszkálódást megértette belőle, nagyon helyes, azt is szántam, de én a forintosítást gondoltam, és nem volt semmi más mellékszándék ezzel kapcsolatosan. Tehát, ha akar vitázni, nagyon szívesen leállok önnel is vitatkozni. Ha forintosítva van mennyiségre, oda van írva, hogy ez számszakilag illik, akkor biztos nem fog felszólalni. Ha viszont nincs, akkor meg kell, hogy jegyezzem, miközben láttuk. Ugye az van leírva, én nem tudok csak arra következtetni, ami le van írva. Ha egyszer az van leírva, hogy a cseresznye ültetvény még nem fordult termőre, az azt jelenti, hogy nem termett. Viszont tudok olyan fényképet mutatni önnek, ahol a fákon található termés, és ezért mondtam mindazt, hogy mi történt vele. Ha nem termett, az 0 kg. Ha termett, akkor megírjuk le, hogy 75 kg-ot átadtunk, és le van tudva. Nincs vita tovább. Jó? Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy szokták ezt elmondani, ugye, hogy viszont válaszom, megadom a szót Mucsi András képviselő úrnak. Tehát én meg azt mondom, hogy vannak legitim kérdések,
nézzünk utána, kérjünk beszámolót. Mindig megy a levél, jegyzőasszony küldi ki a levelet minden félébe, hogy kedves képviselők, mi az, amiről szeretnétek tárgyalni a következő félébe. Képviselő hány javaslatot adott be? Ez az egyik kérdés. Hányat? Jegyzőasszony szerintem tud válaszolni, ingatja a fejét, hogy egyet sem. Na, ennyit erről. A másik meg, hogy ki mit ért, amikor én nem, tehát bölcsész vagyok, képviselő, közgazdász, de amikor a költségvetést tárgyaltuk és a szociális pénzeszközöknek a dolgát szedte elő, akkor kérdésből az derült ki, gőze nincs róla, hogy hogy működik ez a normatíva rendszer, azért kellett akkoriban ugye erre reagálni, de minden esetben nyilván nem szeretném elvinni ebbe az irányba a beszélgetést, tehát azt mondom, hogy minden egyes képviselői felvetés, javaslat úgy gondolom, hogy értékes, és érdemes ezekkel foglalkozni. Tehát foglalkozzunk vele, a szociális szövetkezettel kérjünk tájékoztatót, illetve azt is javaslom, hogy menjünk el. Bevallom őszintén, nekem eddig a látókörömben ez így kikerült. A szociális szövetkezet, én még nem voltam kint ezekben a kertekben, de szerintem szervezzünk egy kirándulást, alpolgármester úr megszervezi, kimegyünk egy időpontban, amikor mindenkinek jó, nézzük meg, és akkor hajrá! Köszönöm szépen, egy kicsit le is zárnám, azt gondolom, hogy körbebeszéltük a közfoglalkoztatást. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy különbséget kell tennünk. A szociális szövetkezetben az önkormányzatunk egy tag. Van olyan képviselőnk is, aki szintén egy tag a szociális szövetkezetben. Az egy önálló szervezet, aminek amúgy teljesen örülünk, hogy működik a Jancsik utcán, főként hálófonással és ugye mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkozik, beruházott, vett gyümölcsplést is, meg krumpli darabolót is, meg sok minden. Én azt gondolom, hogy elnök úr nagyon szívesen látja a képviselőtestületet, hogy körbevezesse, meg fogom rá kérni. A kertekben is úgy gondolom, hogy érdemes kimenni. Én ilyen nagyon szörmentén mondtam a dolgokat, de akkor mondom nyíltamban, hogy akinek kedve van dolgozni a kertekben, nagyon szívesen látjuk segíteni, mert ráfér azokra a kertekre még a segítség. És Hégely Laci bácsi szerintem nagyon szívesen tanít mindannyiunkat arra, hogy hogy kell metszeni, oltani, melyik alma milyen típusú, mert nála jobban ezt szerintem senki nem tudja, és meg fogjuk kérni, hogy legalább a tündérkert megmutatásával egy kicsit tájékozottabbak legyünk mindahányan. Ami a járdafelújítást illeti, mert az előbb elfelejtettem mondani, ugye még az előző önkormányzati ciklusban egy toppos pályázat keretében a lelomlott városi területek rehabilitációja program keretében volt ugye a 8-as körzetben a járdafelújítás, ha jól emlékszem, nagyjából 1000 méter vagy 10.000 méter. 10.000 méter járda készült akkor el. Most ugye a most egy top pluszos következő ciklusos pályázatunkban, ez többször elhangzott már szerintem itt is, hogy szeretnénk tovább folytatni a járda felújításokat. Igazából elkészültek a tervek, be fogjuk fejezni a belváros, tehát a Kossuth egy előtti szakaszt térburkoljuk, ott rendezzük a parkolást. Jobbá tesszük a parkolási viszonyokat is, hogy a kerékpárút parkoló jobban elférjen egymás mellett. És kifelé is nyitunk járda szakaszokat, nem járdalappal, aszfaltos járdák lesznek. És igaza van képviselő úrnak, nyitott ajtókat döngetett, de azért sok esetben azzal főzünk, amink van, de ha van ilyen lehetőségünk, meg fogjuk ragadni. A kertekkel kapcsolatban azt mondom, hogy a zárt kertekben is igen, nagyon kellenének a járdás dűlőhöz hasonló járdákat csinálni. Most a következő ciklusos LIDER pályázatok kapcsán én ilyen javaslatot tettem, hogy legyen olyan pályázati lehetőség a LIDER-ekben, amik zárt kertekben történő járdák kialakításáról szól. Remélem, hogy át is megy majd minden szűrőn, és akkor oda be is fogunk tudni pályázni. Tehát ugyanarról gondolkodunk mind a ketten. Azt viszont én is szeretném megerősíteni, hogy a közmunkások azok nem az a maloknyi ember, akik kim vannak az utcán és küzdenek az elemekkel, nem csak ők, hanem igenis a polgármesteri hivatalban is dolgoznak közmunkások, minden egyes intézményünkben, minden a KFT-nknél is vannak közmunkások, és így adódik össze ez a csapat, akik a minden nap segítenek nekünk. Nincs több hozzászólás, kérem fogadjuk el a tájékoztatót.
10 igennel elfogadásra került. 10. napi rendi pont a 2023. évi sporttevékenységek támogatása. Az előterjesztés tárgyalta a Humán Szociális Bizottság és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. Mékesvárosi önkormányzatának képviselő testülete a 2023. évi költségvetésében 14 millió forintot biztosított, melyre a sporttanács tett javaslatot. Ezzel kapcsolatban adom meg a szót Polgár Zoltán alpolgármester úrnak. Köszönöm szépen. Első körben szeretném megköszönni Kovács Szilvia osztályvezető asszonynak az anyagot, hogy elkészítette számunkra. Ami nagyon fontos, és polgármester úr is említette, 14 millió forint lett szétosztva egyesületek között. Ez azért nagyon fontos szám, mert ugyanennyi volt az elmúlt években is, és azért láttuk a költségvetésnél, hogy azért nem egyszerű költségvetés volt, de a képviselőtestület arról döntött, hogy igenis ugyanannyit kapjanak a sportegyesületek, azaz nem csökkent egy forinttal se. Ha még hozzátesszük azt is, hogy Békés városában a Békési Futballklub és a kézilabdán kívül senki nem fizet terembérleti díjat, hanem ingyen használják a termeinket, az körülbelül még kiszámoltuk még egy 14 millió forint, ami ott maradhat magyarul a kluboknál. És akkor hogy is lett szétosztva, és itt említés volt ugye a sporttanácsról, amit másfél éve hoztunk létre itt testület előtt, és ugyanúgy elfogadtuk abba, hogy milyen szempontok szerint lesz szétosztva a pénz. De csak néhány dolgot kiragadva, a legfontosabbak, hogy milyen bajnokságban szerepel a klub, mennyi fizető taglétszáma van, ez így nagyon fontos, hogy minél, és hogyha mennyi fizető van, és azon belül is, hogy mennyi békési fizetője van, az nagyon sok ponttal jár, mennyit utazik egy évben, és hogy milyen eredményeket ér el, de amúgy sok-sok szempont van még. Ez alapján dolgozott a sporttanács, ez alapján lett szétosztva, egy pontrendszer alapján és ajánlja a testület felé. Nagyon sokat dolgozik amúgy a sporttanács, több feladattal is meg van bízva, majd itt hátrébb zárt ülésen látjuk majd a sportolókról is véleményt alkot és javasol a testület elé. Még egy dolog felmerült a bizottsági ülésen, hogy akik nem olyan egyesületek, akik nem fizetnek tagdíjat, ugye ahogy említettem, az elég sok pontszámmal jár, hogy azt ő vizsgálja felül a sporttanács és adjon erre javaslatot a testület elé, hogy változtasson-e vagy ne változtasson ezen a dolgon. Természetesen én a sporttanács elé fogom vinni, előterjesztem és meg fogja tárgyalni, és akkor meglátjuk, hogy mire jutunk. De ha már itt tartunk, én szeretném megköszönni a sporttanácsnak is, minden benne lévő dolgozójának, akik én azt gondolom, hogy szívvel léggel teszik a dolgukat, és a saját szabadidejüket használják fel arra, hogy a városnak dolgozhassanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a polgármester úr. Földesi Mihály képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Én úgy gondolom, hogy mivel nem már fogok szavazni, és a bizottságülésen is nem már szavaztam, illik egy-két mondatot ehhez mondani. Egyrészt köszönet a városnak, hogy tényleg kiszorított 14 millió forintot a jelenlegi helyzetben, és ezt még egyszer tegyük hozzá, egy támogatásként, tehát ebből tudjuk nagyon jól, hogy ezek az egyesületek, szakosztályok nem tudják önmagukat fenntartani. Tehát itt még dolgozni kell mögé, hogy sikeres évet tudjanak zárni. És annak idején elfogadtam mind a sporttanács létrejöttét, mind a sporttanács által alkalmazott képletet, ami viszont bebizonyítja, hogy ugye ez statisztikai átlag alapján működik, és vannak hibák, tehát kézi vezérléssel akár van eset, amikor bele kell nyúlni. Itt látjuk a pingpongosok esetét, pont ezt vetettem fel az egyesület vagy a bizottsági ülésen is, hogy mindaddig, amíg látjuk, hogy a helyi alapítványunk milyen eredményeket hoz, és büszke lehet rá a város, addig ugyanakkor összegből gazdálkodik a tornaegyletnek a pingpong szakosztálya is, ahol igazából, mint utóbb kiderült, ugye egy békési biztos van, egy sakkozó is van benne, meg három városon kívüli.
És itt látszik az, hogy egy statisztikai átlaggal dolgozó képlet, ő nem látja a valóságot. Mindamellett értettem, hogy hogyan osztották szét a pénzt. Én ezzel maximálisan nem értek egyet. Vagy ne kapjanak pénzt egyáltalán, vagy érdemüknek megfelelően, én úgy gondolom. És mindamellett elfogadtam azt is, amit polgármester úr mondott az alapítvánnyal kapcsolatosan, hogy milyen küzdelmei vannak az elmúlt időszakban az ott lévő alapítványi vezetővel, de ennek ellenére továbbra is azt mondom, hogy ha 1 400 000 forintot ráfordítunk erre a szakosztályokra, akkor gyakorlatilag tényleg súlyuknak megfelelően osszuk már szét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Molnár Gábor képviselő úr. Megvan. Szerintem ott adtam a szemüvegben, bocsánat. Misi már képviselőtársam a pingpong, vagy asztaliteli szakosztályt már kilőtt, amit kérdezni, mondani akartam én is. De van. Vörgessék kicsit lé. Van még a Schurmann Box Club, akik egész szép eredményeket hoznak a városnak, ahhoz képest, hogy mekkora egyesületről van szó, mennyi létszámuk van, de viszont világ minden tájára eljutnak Schurmannék, és szép eredmények vannak. Nem tudom, hogy mennyi támogatás, mennyire elég nekik ez az összeg, ami van megszavazva, hogy nem lehetne valami, aki egészíti nekik, mert szerintem ennyiből a fogvédőt veszik meg éves szinten. Másra nem futja nekik belőle. Elég drága hozzá a felszerelés, és azért ők eljutnak a világ nagyon sok részére, és hírit viszik a városnak. Nem csak itt országon belül, hanem külföldre is. És azt hiszem, van világban elég komoly... Ebben nem menjünk bele, jó? Jó. Mert sok világbajnoki van, 18 szervezet működtet világbajnoki rendszert, abból 4, ami úgy mondom világszinten elfogadott, nem azokról beszélünk. Jó, értem, csak az támogatás összegre mondom, hogy én fociztam világéletemben, de na, mindegy, ne menjük ebbe bele, ebbe a részébe. Köszönöm. Megadom a szót Polgár Zoltán, a polgármester úrnak. Köszönöm szépen. Jól látszik, hogy miért jött létre a sporttanácson belül ez a rendszer, mert itt látom azért, hogy többek között nekem is, mindenkinek van kedvenc sportegyesülete. Az kapjon többet. Na most innestől kezdve, ez így is ment az elmúlt 30-40 évben. A képviselőtestület kedvenc sportágjait, akik benne voltak, azok támogatva voltak jobban, vagy kevésbé jobban, inkább jobban. Na most ez lett eltörölve, és egy mindenki számára érthető, úgymond statisztikai alapon lett elosztva a pénz. Két dolgot tennék hozzá, ha már a BTE szakosztályt kiemeltük, hogy felhívnám a figyelmet, hogy itt azért a tavalyihoz képest ők már 400 000-re kevesebbet kaptak, pontosan azért, mert nem érik el azokat az eredményeket. Képviselő úrral beszélgettünk a bizottságén, hogyha így haladnak nagy valószínűséggel, ők már egy-két év múlva nem is biztos, hogy látszódni fognak. Ellenben a másik asztali tenisz pont az a egyesület az, ahol senki nem fizett tagdíjat. Na most ő pedig nem tud föllépni ugye a pontjai alapján. Ez szerintem azon kívül, hogy a sporttanácsnak is meg kell vizsgálnia, maga egyesületnek vagy alapítványnak is meg kell vizsgálnia, hogy jó-e az, hogyha nem kérek egyetlen egy forintot se azoktól a gyerekektől, ahol ők sportolhatnak. Úgyhogy ugye, ahogy már elmondtam, a terembérleti díj is ingyen kapják. Én képviselő úrnak annyit szeretnék még földesi képviselő úrnak mondani, hogy felhívnám a figyelmet, hogy vigyázzunk most ezzel a nemmel ennél a elosztásnál, mert ugye értem, hogy mire nyomunk nemet, de azért ebben csak 14 szakosztály van. Szóval a nem az akkor mind a 14-re megy, de természetesen itt elmondhatjuk, hogy nem erre. Volt már ilyen vitánk, hogy valakire azt mondtuk, hogy igen vagy nem, főleg amikor külsős bizottságot kellett választani. Szeretem, de nem. A nem az nem, az igen meg igen. De amúgy értem, hogy miről van szó, csak ugye itt mindenki benne van. És még egy dolgot, ahogy Mucsi képviselő is elmondta, abszolút egyetértek azzal, hogy nézzük meg a másik szakosztályt is. Az egyiket tudjuk. Nem tudom, hogy képviselő úr mikor volt mondjuk a BTE edzésén, vagy van annak elnökével tárgyalni.
Vizsgáljuk meg a másikat is. Mondjuk, ahogy mondtam, hogy szerintem nem sokáig kell vizsgálni, hogyha így folytatják, de ez egy nagyon jó úgy, hogy a szövetkezetet, akár a sportegyesületekhez bejelentkezünk, akár együtt, akár külön-külön, hogy szeretnék jönni edzésre, elnökök, ügyvezetőkhöz, és hogyha fogadnak, akkor megismerhetjük jobban őket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én annyit tennék hozzá, hogy igen, ez a 14 millió forint, ez egy, azt gondolom, hogy egy szép összeg, de minden sportszervezetnek ez egy kis részét teszi ki a költségvetésének, mert igen, lehet, hogy épp a fogvédőre se elég az a 400 000 forint. Én tartanám magamat a sporttanács javaslatához, pont azért, mert ők azok, akik a mindennap benne vannak, mert a képviselő úr azt javaslott, hogy több legyen a Schulman Boxnak, akkor arra is kérek javaslatot, honnan vegyük el. És akkor ez egy nagyon borzasztó nehéz dolog. Ami az elosztási rendszert illeti, én a Magyar Kajakkenu Szövetségből tudom hozni a példát, hogy több mint 10 éve indult el egy olyan Excel táblára a kidolgozása, amiben úgy minden benne van. Korosztályok szerint, eredmények, létszámok, hazai eredmények, nemzetközi eredmények, nagyon-nagyon sok minden. De most már úgy működik, mint egy alsós matek feladat, ahol a gépbe fölül bedobom a pénzt, alul kidobja, hogy kinek mennyi jár, és senki nem vitatkozik ezen. Mi ennek az útnak, azt gondolom, az elején járunk, és teljesen igaz ez, hogy fölül kell vizsgálni ezt, hogy ha alapítványi rendszerben működik egy sportszervezet, akkor annak ugye nincs tagja, csak kuratóriuma van. Ott akik fizetnek, ha egyáltalán fizetnek, gondolom én valami alapítványi támogatás, vagy valami hasonló cím, szóval nem tudom. De akkor ezt meg kell nézni, hogy őket hogy tudjuk bevonni a rendszerbe. Le kell ülni, számolni kell, matekolni kell, hogy ezt hogy tudjuk megoldani, de én híve vagyok ennek a alsós matek gépnek, dobjuk be a lóvét, alul dobja ki, hogy mennyi, és akkor abból nincs vita, de ez biztos, hogy ezt a gépet még csiszolni kell. Tehát én kérdezek Molnár képviselő, hogy van-e javaslatod így, hogy oké, Schulmannak több, honnan kevesebb? Annyit mondjuk hozzátennék, hogy azért az elmúlt években, meg amennyire én visszaemlékszem az előző ciklusokra is, hogy amikor egy egyesület krónikus bajba került és idefordult, vagy esetleg egy olyan versenyzője volt, akit utaztatni kellett, az önkormányzat mindig igyekezett a saját lehetőségei szerint még segíteni. Például mondjuk egy Balogh Kirának is tavaly előtt is kellett külföldre utaznia, segítettünk. Molnár Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. Igen, polgármester úr kérdezte, hogy honnan adnék. Például annak adnék pénzt, ahova több folyik az állambácsitól a támogatások szintjén. Én világéletemben focisztam, közel nem volt se az asztali terész, ez a boxhoz meg pláne nem volt. Mert gyerekkoromtól, amikor kiszabadultam, focisztam. De az állami pénzekből a futballklub biztos, hogy többet kap, mint a boxklub. Ebben teljesen biztos vagyok. Például csak erre mondom, hogy ez is meg kellene venni, hogy melyik egyesület kap az állambácsitól többet. Lényegesen többet, mint például az eredményi hozzak. Nem bántam a békési focit, de ne haragudjon senki. 17 éves koromban jobban elrúgtam labdát, mint ők most. Meg pontosabban. Ezt meg többen tudom. Is nézték a meccsünket, mint most. Igaz, hogy NB3-ban játszottunk, nem megye 20-ba. Most ezt is figyelembe kell venni, hol játszik, mit csinál, mennyi állami támogatást kap, és szerintem ezt is hozzá kellene csapni az a kalaphoz, hogy mennyi jut, akkor mi támogatásunk van neki, mert mit tudom, mennyit kap a futballklub, de biztos, hogy többet kap az állambácsitól, mint a boxklub. Másként kap, én ezt így fogalmaznám. Másképp, igen, az elosztásban, de többet tud gazdálkodni eleve, mert igazából ez kb. A pályadíj neki, a békési futballklubnak ez az összeg. Mennyit javasolsz, mert akkor van-e konkrét javaslat? Át kéne számolni az egészet, konkrétan nem javasolnék semmit, de mondom, összevetném ezeket, hogy melyik kap többet az államtól, és abból vennék el bizonyos összeget, és hozzáraknám ahhoz, ami kevesebbet kap városi támogatást. Rendben. Akkor én ezt úgy fogalmaznám meg szerintem, hogy amit mi is beszéltünk, hogy a sporttanács vizsgálja föl az elosztási rendszert, és ezzel abszolút egyetértek, hogy ezt finomítani kell tovább. Mielőtt még megadnám a szót, csak annyit tennék hozzá, hogy ez a ki mennyit kap és miből kap, azért ez
A TAO sportágaknak nagyon nagy lehetőségei vannak, ezt aláírom. De azért nagyon sokat kell dolgozni, mert ez nem automatikusan jár, hanem meg kell keresni a lehetséges vállalkozókat, be kell adni pályázatot a szakszövetség irányába, a szakszövetségnek el kell fogadni azt a pályázatot, utána el kell számolni azon a pályázattal, amit esetlegesen megkapnak. Tehát ez egy nagyon hosszú, nehéz feladat. Míg akár az ökörvívásról, akár az asztalintenisz, vagy bármely itt a nálunk szereplő, még az atlétika is, a kajakkenu is benne van a 16 kiemelt sportágban, akik egyéni sportágként ki vannak emelve. Ők, nekik a szakszövetségük kap egy úgymond emeltebb állami normatívát, amelyet ők osztanak szét a saját egyesületeik között. És itt nem tudjuk, hogy egy asztalintenisz, egy box, az hogy teszi ezt meg. Illetve a mi egyesületeink mennyire mennek a saját szövetségeik irányába, hogy hé, itt vagyok, van egy jó eredményem, akkor az edzőm kerüljön bele a Gerevics ösztöndíj programba, és így tovább, és így tovább. Tehát itt sok egyéb bevételre van még lehetőség, a pályázatírásról nem is beszélek, amit megtehetnek a mi egyéni sportágaink is, és ugyanúgy jelentős állami támogatáshoz juthatnak hozzá. Mondom, edzői támogatási rendszerben, egyéb normatív alapú szövetségi támogatási rendszerekben. Van, aki ezt jobban, van, aki ezt kevésbé teszi meg, van, akinek a szövetség amúgy rugalmasabb is ebben. Meg tudok olyan szövetséget is, aki egyéni sportágként, mondjuk egy ökölvívás például az akadémiai rendszert gyühőzi borzasztó módon, és oda mennek el a legnagyobb pénzek. Csibor Géza képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Nem értek a sporthoz, nem is akarok ezzel kapcsolatban, melyik sport mit csinál, nem értek hozzá. Egyet szeretnék, hogyha amennyiben változtatást szeretnénk a sporttanács által felállított sorrendben, akkor a sporttanácsot azonnal szüntessük meg. Semmiféle értelme nincs akkor, hogyha a sportvezetők és az ott lévők egyessége alapján megállapított sorrendet mi kedvenc sportegyesületünk valami más indok alapján felrúgjuk. Nem látom értelmét. Vagy azt mondjuk, hogy demokrácia van, és akkor elfogadjuk azt, amit valaki kívülről hozzáértők elfogadnak, vagy szeretjük a diktatúrát, és akkor mindent mi osztunk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Polgár Zoltán, a polgármester úr. Köszönöm. Én Molnár képviselő úrnak a tehetségét egy másodpercre se vitatom, meg biztos nagyon örülne a futballklub is, ha ilyen tehetségek lehetnének, akár most is, mint amilyen te voltál annak idején, hát ha vannak. Annyit mondanék a focival kapcsolatban, ha már azt hoztuk föl, a futballklub, ahogy említettem, a futballklub és a kézilabdaklub kapnak állami segítséget, ez a társasági adó, és ez a kettő fizeti a terembérletet. Szóval a futballklub is azt gondolom, hogy elég szép terembérletet fizet a mértékeihez képest. Nevezetesen a TAO-jának 15%-át befizeti terembérletnek. Azért én azt elég jónak gondolom. Azaz, aki kap az államtól, az segít ugye itt nálunk is az önkormányzatnak. Ugyanez jellemző a kézilabdára is. Illetve azért még egy dolgot elfelejtettem mondani, illetve hát nem is akartam nagyon mondani, de emlékezzünk vissza, az olyan fontos pontszám is volt, hogy a társadalmi szerepvállalás. Melyek azok a klubok, akik, most akkor én is hadd beszéljek hazafele, a kézilabda az, aki a buszaival ingyen viszi az óvodásokat bármilyen kirándulásra. Láttam ugye a kajakkenu, fogják magukat az élővíz csatornán, az összes szemetet összeszedik. És sorolhatnám még a többi sportegyesületet is. Vannak, akiket sűrűn nem látunk, mondhatjuk, hogy egyszer sem. De azzal szeretném zárni, hogy természetesen a sporttanács mind a két felvetést meg fogja tárgyalni, mind a kettőt elő fogom terjeszteni, és akkor látjuk majd, hogy tényleg mire jutunk. A Csibor Géza képviselő által elmondottakkal pedig teljesen egyetértek. Szóval, ahogy mondtam, ezek az emberek szabadidejüket rááldozzák, odajönnek, rendszert találtak ki, amit lehet finomítani, de vagy kell, vagy nem kell. Teljesen egyetértek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Néha jó a diktatúra, de ezért alapvetően demokráciában élünk. Megtárgyaltuk, úgy gondolom, és köszönöm szépen, és várjuk a sporttanács javaslatát majd a továbbfejlődésre. Amennyiben nincs több hozzászólás, úgy kérném szépen szavazunk a sporttevékenységek támogatásáról. Nyolc igen, egy nemmel elfogadásra került. Következő napirendi pontunk a Békési Önkormányzati Tűzoltóság támogatása. Az előterjesztés tárgyalta a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja. Azt gondolom, hogy teljesen érthetően kiemelt szervezetként kezeljük a tűzoltóságot. Nagyon fontos a jelenlétük és a munkájuk. Támogatásukra a költségvetésben tervezett keret mértékében 7 millió forintra teszünk ki javaslatot. Nem hiszem, hogy magyarázni kell, hogy mennyire fontos nekünk a helyi tűzoltóságunk. Aki esetleg az elmúlt heteket nézte, most úgy nagyjából majdnem naponta mennek valamilyen tarló tűzre a város minden szegletében. Reméljük, hogy azért ezek megszűnnek, és minimum nem gyalapodnak. És ha már itt tartunk, mindenkit buzdítok arra, hogy április 16-án, az ünnepi testületi újlést követő napon, a Fiatalokért Egyesület futóversenyt rendez az Élővíz csatorna körül, Körös körül néven, ahol az ott befolyt bevétel, az a Békési Önkormányzati Tűzoltóságnak kerül átadásra. Tehát gyertek, fussunk együtt mindenki, így a tévén át is hívok mindenkit, hogy legalább azt a 1973 métert fussa le, és ezzel is a nevezési díjat támogassa a Békési Önkormányzati Tűzoltóságon. Amennyiben nincs további észrevétel, úgy kérem, szavazzunk. Kilenc igennel elfogadásra került. 12. napirendi pont, az esélyt a fiataloknak Békésváros ifjúság segítő programja pályázat kiírásával kapcsolatos döntések meghozatala. Az előterjesztés tárgyalta az ügyrendi lakásügyi és közrendvédelmi bizottság és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Ahogy az előző években, úgy továbbra is folytatjuk a fiatalos lakások pályáztatását, várjuk a pályázatokat, a megfelelő felületeinken meg fognak jelenni a kiírások. És én azt gondolom, hogy ahogy eddig is, ezután is igyekszünk mindent megtenni a fiatalok segítésért, helyben tartásáért, ahhoz, amennyire csak az erőnk engedi. Nincs kérdés, akkor kérem, szavazzuk meg. Kilenc igennel elfogadásnak került. 13. napirendi pont, Békés Turisztikai Szolgáltató Kft.-vel támogatási szerződés megkötése. Az előterjesztés tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslaton. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kötelezeti feladatként nevesíti a turizmussal kapcsolatos feladatokat, így a költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére javaslom a Kft. Támogatását. A Kft. Részéről javítást került a kérelem, melyet most kiosztottunk az önök számára is. Ez kerül a jegyzőkönyv mellé is. Két határozati javaslatról külön szavazást fogok elrendelni. És itt is tolmácsolnék egy meghívást majd a részletekre, hogy egy kicsit nézzünk körül majd Dánfokon, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, és mi minden van folyamatban, hogy akkor a vizuális megtekintés megerősítse mindenkiben azt, hogy jó helyre kerül ez a pénz, és nagyon nagy munkát végeztek el az elmúlt télen. És nem, először megadom a szót Földesi Mihály képviselő úrnak. Az már egy meghívás lesz, az jó a végére. Köszönöm szépen, ugye még bizottsági ülésen más kérelmet láttunk, mint most. Örülök neki, hogy ez kijavításra került, és látjuk azt, hogy ugye a 10 millió forint az gyakorlatilag mire lesz felhasználva. Én azt szeretném megkérdezni, ugye itt azt írja
ügyvezető igazgató úr a kérelmében, hogy a vendégszám növelése érdekében szükségessé vált az étterem bérlőjében való változtatás, vagy valami formai váltás. Hogyan tovább? Tehát most értem, hogy kifizetünk egy KFT-nek 10 millió forintos lelépési díjat, vagy ezért ő tett valamit? Ő dolgozott ott az elmúlt években, és meg felújított azért egy nagyon... Tehát milyen felújítást hajtott végre, ami alapján, tehát gyakorlatilag mit tartalmaz ez a 10 millió forint? Azért kérdezem mindezt, mert én nagyon egyetértek azzal, és el tudom képzelni, hogy mint új ügyvezetőként megjelenő Bak Ádám borzasztó sok ötlet talált elő, és ezt ebben az évben ő ezt meg is tudja valósítani. Az 5 plusz 5 millió forintot ki is tudja fizetni. De természetesen, mint látjuk, ahhoz, hogy fel tudjon készülni, az önkormányzattól kér újabb 10 millió forintot ennek a megsegítésére. Mondom, még egyszer elfogadom, hogyan tovább. Tehát a Bajal Kft. Kivonul az étteremből, mit költött ő az étteremre, hogy ezt a 10 millió forint, vagy mit tartalmaz gyakorlatilag ez a 10 millió forint, és ezt követően akkor az étterem az üres marad, vagy valaki fog oda kerülni, vagy meg lesz hirdetve, tehát én kérdeztem, hogy hogyan tovább. És ott viszont oké, értem most már, hogy nagyjából, tehát itt is fel van tüntetve nagy vonalakban, hogy a 10 millió forintot mire szeretnél felhasználni. Bízom benne, hogy egy személyes látogatással majd többet látunk ebből a 10 millió forintból a megvalósítás területén. Én örültem volna annak, hogyha egy Excel táblázatba pontosabban leírja, csak tudom, másfél nap kevés volt ahhoz, hogy mindezt megtegye, de jobb lett volna, hogyha a képviselőtestületet úgy tájékoztatja, hogy kristálytisztán lehetne látni, hogy mire használja fel ezt a pénzt. Mert így olyan slendri jár nekem, nem, ne haragudjanak meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselő nem emlékszik arra, vagy nem tudom, hogy akkor volt-e kint, vagy ki volt kint, még mielőtt a Bajal Kft. Felújította a konyha és a vizesblokk részét a szállodának, így mondom, ugye a panziónak, az egy meglehetősen rossz állapotban lévő épület volt. Az ott befektetett munkája az akkori szerződéskötés keretében lett bérleti díjként jóváírva. Ennek a bérleti díjnak a további nem megvalósuló részét tartalmazza most ez a 10 millió forint. Lesz, úgy mondom inkább, hogy lesz most egy rövid távú szerződés egy másik vállalkozóval, aki ellátja a feladatokat, amíg nem találjuk meg a hosszabb megoldást, mert az a cél, hogy maga a Kft. Végezze majd ott a vendéglátási tevékenységet. Most ilyen rövid távon ezt biztosan nem tudjuk megoldani, de meg fogjuk oldani. Készterveink vannak a panziónak a felújítására is, azt az előző években készítettük el, illetve a körépületnek is, meg minden egyes épület résznek vannak elkészült tervei arról, hogy tudjuk felújítani. Ehhez már csak egy pályázati forrás kell találnunk, amiből meg tudjuk ezt tenni. A felújítása a része, ami most aktuális, ugye a pénzügyi bizottságon is elhangzott, hogy nagy részt a vízpartra szükséges homok megvásárlására fog fordítódni. Ezzel a helyi békésieknek is azt hiszem, hogy komfortosabbá tudjuk majd tenni ott a vízparti részt, úgy, hogy már a túloldalon is ki lett takarítva az erdős terület. Volt egy nagyon komoly káresemény a hátsó vendégházban, ennek a helyreállítása, és akkor már a vendégháznak a felújítása is megtörténik, hogy sokkal 21. századi körülmények között lehessen fogadni a vendégeket, illetve a faházaknak, a linoleumának a cseréje, a körépületnek, úgy mondom, a volt ifjúsági tábor, vagy az úttörő tábornak ott is a felújítása zajlik jelenleg, és úgy gondolom, hogy ezek bőven-bőven fölülmúlják azt a összeget, amit most a rendelkezésére bocsájtunk a Kft.-nek. Juhos János képviselő úr. Köszönöm szépen. Itt én most találkoztam ezzel az anyaggal először. Itt most akkor tulajdonképpen kétszer 10 millió forintról van szó, vagy ugyanaz a 10 millió? Igen. Tehát egyszer kártalanítjuk a korábbi bérlőt.
Úgy mondom, akkor azért van két határozati javaslat, mert a bérlő kártalanítása kapcsán ott engem kezességet vállalunk, ott pénzt nem adunk effektíve oda, kezességet vállalunk azért, hogyha a KFT-nk összedől, akkor mi a KFT helyett kifizetjük ezt a idén 5, jövőre 5 millió forintot. A másik 10 millió forint most a mindennapi felújításokra fog fordítódni. Tehát egyszer adunk oda 10 milliót, a másik az csak kezességvállalás. Köszönöm szépen, amennyiben nincs egyéb kérdés, úgy kérem szavazzunk. Igen, bocsánat, az első határozati javaslatról. 9 igennel elfogadásra került, és következik a második határozati javaslat. Kérem szavazzunk. 9 igennel elfogadásra került. 14. napi rendi pont, Bihar község Hegyközkovácsi településével testvértelepülési szerződés megkötése. Az előterjesztés tárgyat a Humán és Szociális Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Megadom a szót Polgár Zoltán alpolgármester úrnak. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék erről az előterjesztésről elmondani, hogy volt már testvértelepülésünk. Ez a előterjesztés arról szól, hogy újra szeretnénk kötni, mert annak idején 1941-ben volt egy ilyen határozatunk, amikor testvérvárossá nyilvánítottuk, és ők is minket Hegyközkovácsival. És illetve itt most megragadom az alkalmat, aki nem olvasta volna a határozatot, én ezt felolvasom, mert számomra nagyon szépen és gyönyörűen meg van fogalmazva ez a határozat. A képviselőtestület egyhangulag és nagy lelkesedéssel mondja ki, hogy a visszatért Hegyközkovácsi testvérközségé fogadja. Ezzel a határozatával bizonyítani akarja látható jelekben is, hogy Békés község közönségének szíve együtt dobog a visszatért erdélyi rész magyarságával, és együtt akarja a boldogabb és magyarabb ország jövőjét biztosítani. Tudomásul veszi a képviselőtestület, hogy a közösségi előjáróság és a képviselőtestület utólagos jóváhagyása reményében a testvérközség támogatása terhére országzászlót szerzett be, és adományozott a második testvérközségnek. Szerintem gyönyörűen meg van fogalmazva. Ők a 7/1941-es, mi pedig a 3212/1941-es határozattal fogadtuk ezt el. De 1944-ben sajnos ez megszűnt. Ugye volt a határváltoztatások, illetve 1947-es, vagy ez, igen, a párizsi béke pedig ezt semmissé tette, illetve nyilvánította ezt a kapcsolatot. És jól tudjuk, hogy az újabb kapcsolatfelvételt Mester Péter még 1990-es években elkezdte, de óriási lendületet azt 2016-ban, és itt szeretném megköszönni személyesen is, meg mindenki nevében is Mucsi András képviselőtársunknak, ő kezdett el újra tárgyalni Hegyközkovácsival. Annak idején méghozzá azzal, hogy egy március 15-i ünnepségre felkeresték a falut, és egy országzászlót adományoztunk. Napokban, hetekben többször sikerült elmennem hozzájuk, Forró László református lelkésszel, illetve Szilágyi Zoltán polgármester úrra fölvettük a kapcsolatot, és természetesen nagyon nyitottak az isméti aláírásra. Eddig is testvértelepülésként éltünk egymás mellett, de most már újra lesz egy határozatunk erről, amit majd a Madzagfalvi napon szeretnénk mindenféle szép körülmények között aláírva. Ez egy teljesen új átszövegezett, általuk is és általunk is. Ők ezzel a határozattal tudnak menni Bukarestbe, és próbálják elfogadtatni ezt a szándéknyilatkozatunkat. Köszönöm. Mucsi András képviselő.
képviselőtársak figyelmébe ajánlom, hogy népünk őszinte barátai, a románok úgy működnek, hogyha valaki ilyen külföldi testvértelepüléssel köt szerződést, mint például a bihariak velünk, akkor az Bukaresten le kell engedélyeztetni. Na most nálunk ugye Magyarországon ez egy kicsit gördülékenyebb, úgyhogy itt volt már egy korábban egy előterjesztés, csak itt precizálni kell, hogy nem lehet Kovácsival, hanem ugye ott az önkormányzatok át vannak szervezve úgy, hogy több település alkot egy községet, és ugye csak a központtal lehet ugye szerződést kötni. Illetve szeretnék egy dolgot amúgy eloszlatni, ugye a figyelmetekbe ajánlom. Egyszer valaki ezt benézte, és azóta megy tovább ez a mese. Ugye itt van az indoklásban, hogy békésiek, reformátusok voltak, de több baptista család is odaköltözött, az okányi telepesek mind baptisták voltak. Kérem szépen, az okányiak az a családnevük volt. És úgy szerepel, valaki az interneten ezt benézte, kiírta, hogy békési reformátusok és okányi baptisták. Nem okányi baptisták, hanem az okányi család költözött ki, jelesül a gyermekorvosunknak a rokonsága, mert ők baptisták voltak, és ők építettek ott egy imaházat. Egyébként az a család, tehát aki annak idején kiment, annak az unokája visszaköltözött Békésre, és a Kispince utcában lakik. Jó ismerőseim, és láttam a ő halála előtt leírta, hogy volt a kiköltözés. Olyan érdekes, ugye kézzel írva, hogy ugye, tehát hívő ember volt, hogy vezette őket, és akkor ott Mezőfalván letelepedtek, tehát egy középkorban létező település helyét azt adták ki nekik, oda építettek egy kis békési falut. Nagyon érdekes, hogy ugye ők beköltöztek azóta Kovácsiba, magába a faluba, és az a gasztronómia, tehát ugyanaz a békési kolbász íz, az csak ott náluk van. Sehol máshol a világon, mert azt, ugye a receptúrát azt nyilván adják apáról fiúra, és hiába telt el 110 év, de ezeket a dolgokat még őrzik. Úgyhogy mindenkinek ajánlom azt, hogy látogasson el, egy nagyon érdekes, ilyen minden szempontból, néprajzi, történelmi, vallási szempontból, hogy van egy kis Békés tőlünk 100 kilométerre, akik hát ugyanolyanok, mint mi, ugyanazok a családnevek, ugyanaz a dialektus, az a kiejtés, ugyanaz a gasztronómia, úgyhogy ebből a szempontból nekem ez nagy öröm, ez a dolog. Hát ugye ez a kapcsolatfelvétel az úgy volt, hogy fogtuk magunkat, néhai Pocsa Ildikóval beültünk a kocsiba, és akkor oda mentünk. És fogadtak bennünket, tehát egy kis szándék kellett, mert mindig beszéltünk róla, de jó lenne megcsinálni, csak ugye ez úgy működik, mindenki tudja, mert mindenki a saját civil életében valahol tevékenykedik és alkot, hogy a valaki az mindig azt jelenti, hogy senki. Hanem ha magunkra vállalom, hogy na majd én megcsinálom, akkor van ebből valami, de hát ugye ezt ti pontosan jól tudjátok, mert mindannyian egy-egy közösséget vezettek és abban tevékenykedtek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Szavazzuk meg, kérem. Kilenc igennel elfogadásra került. 15. napi rendi pont. Békésváros önkormányzat törzskönyvi nyilvántartás módosítása. Az előterjesztés tárgyalta a pénzügyi városfejlesztési bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslaton. Szükségessé vált a könyveléshez kapcsolódó újabb kormányzati funkciók felvétele, ehhez kérem a képviselőtestet jóváhagyását. Nincs kérdés, kérem szavazzunk. Kilenc igennel elfogadásra került. 16. napi rendi pont. Békés 0151/5-ös helyezési számú ingatlan értékesítése. Az előterjesztés tárgyalta a pénzügyi és városfejlesztési bizottság is elfogadásra javasolja a kiküldött határozati javaslatot. Vételi szándék érkezett ezen területre, mely a volt téglagyár területén található, jelenleg sem bérlet, sem egyéb módon nem került hasznosításra. Az értékbecsésben szereplő áron javaslom az értékesítést. Kérdezem ezzel kapcsolatban kérdést észrevételt. Földesi Mihály képviselő úr. Köszönöm a szót. Ott is volt pénzügyi bizottságin, hogy az adott vásárló számára nehezen az értéken értékesítsük. Én úgy gondolom, hogy igen kedvezményezett a vállalkozó a pályázatok területén, amit megkap a várostól,
ha odaadjuk neki 10 millió forintért, hisz úgy is tudjuk, hogy mit fog benne tárolni, az úgy gondolom, hogy egy nagyon baráti gesztus lesz, és rendben rakja a Békés Turisztikai Szolgáltató Kft.-nek a jelenlegi problémáját. Én ezzel a javaslattal élnék. Ugye felvetődött a pénzügyi bizottságin, hogy lesznek olyan képviselők, akik önként és dalolva vállalják, hogy környezetkárosító hulladékot szeretne ott elhelyezni a gödörbe, akkor ők ezt jelzik felénk. Gratulálok nekik, úgyhogy köszönjük szépen, köszönettel is várjuk. Én nem bízom benne, megmondom őszintén, hogy az csak földdel lesz feltöltve, és annyit szeretnék még, hogyha a testület másként is dönt. Amennyiben, tehát eleve nem értékesítheti 10 éven belül ezt az ingatlant, mert ugye ez nagyon jól tudjuk, hogy hogyan működött, már láttunk más településeket, ahol gödört megvásárolta, feltöltötte sittel, és ezt követően gyakorlatilag értékesítette egy nincs talennek, akin aztán a környezetszennyezés költségeit már nem tudtuk behajtani, mint hivatal. És hogyha itt is az ilyen a szándék, akkor gyakorlatilag ismerve őt, nem szeretném, hogy megtenné, tehát 10 éven belül nem adhatja el senkinek, és bármilyen környezetszennyező hulladékot elhelyezés, ezt föltárják, és nagy Isten ezért bírságot szabnak ki, akkor ez gyakorlatilag egy az egybe ingyen és bérmentve visszaszáll az önkormányzatra. Már úgy is nekünk kell kifizetni. De hogyha amennyiben ugyanezt történt, most hirtelen település, azt hiszem Fóton történt, nézzetek utána, ott is egy gödröt sikeresen megvásároltak, Budapesten kőtörmelékkel, ugye, amit bontottak lefele, sittet odaszállították be, majd ebből egy feljelentés lett környezetvédelmi szempontból, olyan minőségű anyag került bele, amiért több milliós bírságot szabtak ki, nem akarom mondani, majdnem milliárdos, és a Fóti önkormányzat meg is kapta lehetőségként, mert egy olyan emberre lett átruházva az egész a megtörtést követően, aki gyakorlatilag hajléktalan. És nem azt mondom, hogy őnek ilyen szándéka van, félreértés ne essék, de ő a jelenlegi cége, amivel foglalkozik, nem véletlen volt az, hogy az egyik bizottsági tag felszólalt ebben az ügyben. Ő hasonlóban gondolkodik, vagy hasonló területen utazik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Egy javaslat elhangzott, hogy a vételárat emeljük meg. Illetve én azt gondolom, hogy most bármelyik vállalkozóról beszélünk a városban, meg városon kívül is, azért vélelmezzük a jogkövető magatartást. Ő is bármit, amit szándékozik csinálni, azt csak törvényesen és megfelelően csinálhatja. Bízunk benne, hogy ez így is lesz. Mi természetesen minden törvényesen fogunk végigvinni. Csibor Géza képviselő úr. Köszönöm szépen, szót, csak eszembe jutott, hogy ha valaki lottózót akar nyitni, az vajon milyen borzalmas események következik. Tehát, hogy a képviselő egy adásfélidei szerződés kapcsán a világ végét jelentette ki, vajon mi lehetséges egy lottózó nyitás, akkor nem tudom, szinte világvége. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy ahogy elhangzott, a vállalkozásokat igyekezzünk segíteni. Én úgy gondolom, hogy aki ismeri azt a területet és tudja, hogy miről beszélünk, akkor az tudja, hogy ez egy jó ár ezért a területért. De elhangzott egy módosító javaslat, én kérem, hogy akkor szavazzunk először a módosításról, aki ezzel egyetért, az igen nyomjon, aki nem, az nemet. Kérem, szavazzunk. Egy igen, 7 nem, egy tartózkodással nem került elfogadásra a határozati javaslat, vagy módosító javaslat. És akkor az eredetit teszem föl szavazásra, kérem szavazzunk. Hét igen, egy nem, egy tartózkodással elfogadásra került. 17. napirendi pont, interpellációs válaszok.
Földesi Mihály képviselő urat kérdezem, hogy elfogadja. Köszönöm szépen. És interpelláció bejelentések következnek. És akkor én egy bejelentéssel élnék, mert a Turisztika Kft-nél elfelejtettem mondani, hogy június 9-10-11-én mindenkit szeretettel várunk, majd meghívót is kaptok a Big Dámfoki Fesztiválra, a régi hagyományokat felemelítve egy nagy háromnapos családi zenés, diszkós esemény fog megvalósulni. Békés Dámfokon fantasztikus autós tuning show-val egybekötve. Jó, és akkor még mielőtt megadnám a szót, tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, hogy az ünnepi képviselőtestületi ülésre 2023. április 15-én szombaton 10 órától kerül sor a kulturális központban. Tehát április 15, szombat 10 óra, sok szeretettel várok mindenkit, és Békésváros minden lakóját is sok szeretettel várunk. És a képviselőtestület következő soros képviselőtestületi ülésének időpontja április 27, csütörtök 8 óra 30. Április 27, csütörtök, utolsó csütörtök. És akkor értelemszerűen 25-én kedden vannak a bizottsági ülések. Tehát 15-én ünnepi, 27-én soros testületi ülés. Az pedig a Dámfokfest, igen. Péntek, szombat, vasárnap. Most így fejből mondtam, és ez lehet 10-11-12, de az a hétvége. Megadom a szót Mucsi András képviselőnek. Tisztelt képviselőtestület, három dologban szeretném kérni a segítséget az önkormányzattól. Az egyik az általam már többször előhozott, hát nagyjából egy éve, elmondom mindig, de megint elmondom, hogy Antyik utcai volt óvoda előtt van egy forgalmas gyalog átkelő hely, és ott valaki szépen kicsúszdiszta a búrát, a lámpabúrát. És ugye ezt mindig újra és újra beadom, igen, jelezzük a áramszolgáltató fele, teljesen jó, csak az a gond, hogy ugye most már kifele jövünk a télből, amikor már 4 órakor sötét volt, meg 7 óráig sötét van, és most már kevésbé akut a probléma, de attól függetlenül éjszaka az lesz. És szeretném azt kérni, hogy valahogy ezt a dolgot oldjuk meg, hogy legyen ott világítás valamilyen módon, hanem azt a búrát, én nem tudom, LED világítással, de gyakorlatilag ott egy forgalmas szakaszról van szó, ahol ilyen időszakban elég nehéz a közlekedés. A másik kérésem az Ibrány köznek a Bocskai és a Kopasz utca közötti szakaszának a gréderezésével kapcsolatban kérnék segítséget. Ugye ott a szépen megcsinálta a BKS ilyen zúzott kővel, csak ahogy megy a járműves forgalom, azt kiverik a gépjárműveknek a kereke, tehát nagyon nincs mit csinálni, hanem újra és újra meg kell igazítani. Illetve még egy harmadik dolog, az a Gagarin utcának és a Munkácsi utcának a sarkán van egy eszközkezelős ingatlan, ahol képviselőtársunk született. Na most, az egy eszközkezelős ingatlan, mint mondtam, tehát van gazdája, de még sincs gazdája, és folyamatosan szoktuk vágatni ott a bozótot a Gagarin utca felől, de a Munkácsi utcai oldalon egy nagy bozót van, ami vélhetően a vegetációs időszakban ki fogja takarni az útesnek egy részét, tehát a gépjárműves, illetve kerékpáros forgalmat akadályozza. Közterületen van, és igazából most kinek jelezzük, mert nincs, aki megcsinálja gyakorlatilag. Annyit szeretnék kérni, hogy azt vágjuk le. Vissza fog nőni, ugye ez olyan, mint a sárkány, levágok egy fejét és hét fejen nő vissza, viszont már közlekedést akadályozza. Eddig, amíg az árokban volt ezzel, hát úgymond nincs gond, de mindenképpen szeretném kérni azt, hogy csináltassuk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Földesi Mihály képviselő. Köszönöm szépen a szót. Én 4 témakörben szeretnék hozzászólni. Az egyik ez a kútkérdés, az ásott és fúrott kutak ügye. Ugye látják a békési lakosok a Békés Újságban megjelenő hirdetést, ez 40-50 ezer forint gyakorlatilag kutanként, hogyha megterveztetik. Ez egy igen komoly összeg.
Ez a lakosságot igencsak sújtaná, elsősorban ugye a kerttulajdonosokat, illetve a kertes házban lakókat. Milyen kritériumok vannak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem kell bejelenteni, nincs bejelentési kötelezettsége, és mi az, amitől már muszáj, hogy ezeket tegyük már tisztába. Én értem a hirdetést, azt is tudom, hogy a Békés Újság nem az önkormányzati, mégiscsak van ez a hirdetés, és borzolja a kedélyeket, nem véletlenül, 50 ezer forint azért ma egy családnak, csak azért, mert egy múlt század elején épült ásott kútról van szó, és a kérelmekben is olyan kérdések vannak, hogy ki ásta, éppen az, hogy nem, hogy miért. Főleg azáltal, mert ha ilyen enyhetelünk volt, akkor várhatjuk, hogy hasonló nyarunk is lesz, mint a tavalyi évben. És még mindig jobb, mint hogyha az emberek az udvart kertet ebből az ásott kútból locsolják, és nem a vezetékes vizet használják fel. Úgyhogy erre szeretnék valamiféle választ kapni majd, hogy tisztán lássanak már. Egyrészt én sem látom kristálytisztán, vagy ha kell, mert van lehetőség, valami hézag, amit a testületi javaslattal meg lehet tenni, akkor tegyünk meg ennek érdekében. A másik kettő szintén a gazdákhoz kapcsolódik. A vízügyi igazgatóságot meg kellene kérni, hogy a békési gazdák kérése lenne, hogy a csatornákat töltsék fel vízzel. Ez nem csak itt, ez megyei probléma, és talán országos probléma is. Hallottuk itt annak idején, amikor az agrárminiszter úr megjelent, hogy mekkora szárazság van, és mi okozza jelen pillanatban ezt a fajta szárazságot, illetve hogy a talajvizeket hogyan lehetne megmenteni, de a megmentés időszakáig a visszatöltés érdekében ez egy fontos dolog lenne, nem beszélve a vadállományról, ami szintén pusztulóban van, hogyha ezek nincsenek feltöltve. Úgyhogy ebben az ügyben én úgy gondolom, hogy a vízügyi igazgatóság tudna lépéseket tenni, itt nem lehet halogatni az időt, ezt mi hamarabb meg kell tenni, mert, és tudom, nagyon jól ugye arra hivatkoznak, hogy vannak olyan csatorna szakaszok, amelyek, nem, amit itt ugye feljavítottatok például, hogy, és ott vállalták a gazdák, hogy kitakarítják, gyakorlatilag ugye a zsilipeket mozgásba hozzák, hogy működőképesek legyenek, stb. És hogy ők ezért nem akarják, az is jobb, hogyha víz van benne. Hát, tudjuk, hogy majd ennek azért lesznek következménye a vízzel való feltöltés a melegebb időszakban majd a szúnyog invázió területén. Ez megint az önkormányzatnak lesz a feladata. Én úgy gondolom, hogy most a gazdáknak egyetlen érdeke van, mégpedig az, hogy ezek a csatornák vízzel legyenek telítve, ahonnan locsolni tudnak. Azt is látjuk, hallottuk az elmúlt időszakban, hogy milyen kemény retorziókat vezettek be a gazdákkal szemben. Én úgy gondolom, hogy ennek ellenére a vízügyi igazgatóság tegye meg azt a lépést. Hallottam már ígéretet, de én még vizet nem látok a csatornákban. A harmadik az a jégkármentesítő egységek működtetése. Ez egy nagyon rizikós rész, és ez úgy gondolom, hogy az Agrárkamarához tartozik elsősorban. Ugye látjuk, hogy mekkora hirdetéseket tesznek most, hogy vállalják be a kézi vezérlésű jégkármentesítő egységeknek az udvarra való betelepítést, vagy a területre való betelepítést, és már senki nem meri vállalni a tavalyi esetek kapcsán, hisz a gazdáknak azért igencsak kinyílt a bicska a zsebébe, hisz pontosan az Agrárkamara volt az, aki tartott előadást több településen, és éppen, hogy meg nem lincselték ugye a jégkármentesítőket üzemeltető részt, mert ő is elmondta, hogy ez nem védi meg a jégkártól. Tehát volt rá precedens is az elmúlt időszakban, viszont azt is elmondta, hogy ezeknek a használata, a joditok és egyebeknek a fellövésével 30-40 kilométerrel alébb lökjük a felhőket, és ez a felhő gyakorlatilag szépen kivonul az országból. Éreztük ennek hatását az elmúlt időszakban, nem hiszem, hogy még egy ilyen aszályos évet a gazdák zöme túlél. Én azt javasolnám egyébként, hogy a város tegye meg azt a lépést, hogy ezeket a jégkármentesítő egységeket
állítsák le, nincs rá szükség. Ha mégsem, akkor pedig finomítsák, ugyanis már citromsárga riasztásnál elindítják ezeket az egységeket. Van, aki egész nap működteti. Én úgy gondolom, hogy ezt csak vörös riasztásnál kapcsolják be. Tehát, hogy sok finomítani való dolog van. Én jelen pillanatban azt mondom, hogy legyen egy olyan évünk, hogy nem működnek ezek az egységek. Tudom, hogy ez a biztosító társaságok nem fognak neki örülni, de ennek ellenére én úgy gondolom, hogy mivel ők egy árvóvasat nem fizetnek ezeknek a mentesítő egységeknek a működtetésére, ezt mind a gazdák befizetéseiből állják. Én nem javaslom, és én úgy gondolom, hogy a város is foglaljon ebbe állást, majd a megyénél is ezt elő fogom igazából adni, hogy ott is tegyék meg a szükséges lépéseket, hisz az Agrárkamara gyakorlatilag a megyénél meg is szokott jelenni, és beszámolót készít. És a negyedik, az pedig a rosszerdei villamosítás. Három telek véget, ugyan hozzáteszem, ez a Békés városnak nem kerül olyan sok pénzébe, hisz pályázati pénzből 4 millió plusz áfa összegben viszik oda a telekhez az áramot. Na most a három telekből az egyiken egyébként is van áram, tehát gyakorlatilag kettőért. Na most a Démász megbízta a Délvilt, hogy én nem értek hozzá, szakmai szempontok alapján ott egy újabb beruházást kell nekik véghez vinni, ami gyakorlatilag a hálózatfejlesztés költségére megy, ez közel 100 millió forint. Ha a földhivatalba bemegy valaki, akkor megnézheti, hogy a három telken maximum szerszámos építhető. Kell-e, szükséges ez, hogy ilyen beruházást végrehajtassunk a Démásszal? Ő arra hivatkozik, hogy gyakorlatilag ezt aláírta valaki az önkormányzattól, nekik ezt véghez kell vinni, valami szabály előírja, hogy legalább három szükségeltetik ahhoz, hogy ezt meg tudják, vagy hozzá tudjanak kezdeni. A felelősség nem az övé, ez az önkormányzati. A Délvil ugyanerre hivatkozik, hogy ő egy alvállalkozó, gyakorlatilag ez a Démász feladata, hogy most megvizsgálja, hogy akkor szükséges ez a beruházás vagy sem. Én úgy gondolom, hogy ha ekkora összeget költünk Rosszerdőre, ahol 25 fő lakik, mi lenne, hogyha a városra költenénk ennyit hálózatfejlesztés címén, és talán jobban érezhető lenne. Nem tudom, ezt vizsgáljuk meg, vagy vizsgálja meg, akihez hozzátartozik. Én úgy gondolom, hogy ezt a beruházást, az ilyen mértékű beruházást én egy teljesen fölöslegesnek tartom, és legszívesebben leállítanám. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, annyit tennék hozzá, hogy az elsőnek utána nézünk. Közben a polgármester úrral egyeztettünk itt, hogy a csatornák azok folyamatban vannak. A nyíkkármentesítést beszélni fogok annakkal, hogy nem tudom a részleteket, nem tudom, hogy működik, kinek a feladata, felelőssége, joga ebben dönteni. A rosszerdő villamosítással én nézek osztályvezető úrra, de utána nézünk. Amikor beadtuk a pályázatot, nekünk előtte le kellett egyeztetni mindenkivel, a kővízinggel, hogy hol lesznek az oszlopok, és így tovább. Szerintem a Démász ugyanúgy tudott róla, de megnézzük. És tehát azért azt tegyük hozzá, hogy tehát mi a pályázatot beadtuk, megnyertük, megvalósítottuk, megvalósítjuk. Amit te említettél, ugye ehhez szükséges hálózatfejlesztés, az nem az önkormányzat pénze, az a Démász. És tehát arra sincs semmi garancia, hogy most a Démász azt mondjuk, hogy itt nem csinálunk semmit, azt akkor költsd be a városba, hát pont nem fogja megtenni, véleményem szerint, de nem tudom. De oké, utána járunk. Megadom a szót Deákné Domonkos Juliannak, képviselőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a Kossuth 3, igen, nem, Adi 3-5 parkoló felújításáért, zúzottkővel való megterítéséért, illetve a gréderezésért. Úgy gondolom, hogy nagyon jól használható. Most már innentől kezdve azok a kátyuk megszűntek, amik korábban ott voltak.
de továbbra is természetesen a körzetemben is találhatók olyan járdák, utak, amelyeket szeretnék majd a közeljövőben vagy a nyár folyamán javítatni. És kiemelten szeretném a Bajza utca 1 szám, nem csak azért, mert az intézményünk egyik telephelye, hanem azért is, mert ugye a körzetemhez tartozik. Ott közel 100 diák tanul jelenleg is, és nagyon megsüllyedt a járda, illetve van ott egy rész, amely nem aszfaltozott parkoló, és ott bizony nagyon-nagyon nagy sár volt az esős időszakban. Úgyhogy amennyiben ott lehet, egy pici segítséget szeretnék kérni, ha előbb nem, akkor a nyári szünetben. Előre is köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Ráncz Attila képviselő úr. Köszönöm szépen. A említette Deákné Julika Gréder, csak kérdezem, hogy az most hol van, ki üzemelteti, tehát melyik cég? Ja, Békás Kft. Életre kelt. Volt egy él. Tehát ez egy szenzáció, tehát majdnem tűzijátékot kell lőnünk, mert mindig valamilyen alkatrésze megy tönkre, amit csodaszámba kerül pótolni. A másik kérdés pedig, ez csak szívességből az egyik iparos társam említette meg, hogy mivel nem az én körzetemben van, Olá Mihály utca, köszönik szépen, volt kátyúzás, följebb a régi kosárgyár telephelyénél volt lyuk, de van egy még, egy jó nagy, az Olá Mihály utca 19 szám előtt a nagy kapunál, és ott már kerülni kell ezt a lyukat ezért, és a fűre is ráhajtanak, tehát hogyha még azt az egyet meg tudnánk csinálni, akkor ott az utca az teljes komfortban lehetne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Balogh Zoltán képviselő. Köszönöm a szót. Én annyit szeretnék mondani, hogy itt a jégkármentesítő rendszer kapcsán ismét elhangzottak betyár dolgok. Tehát aki egy picit is ismeri az Alföldnek a vízháztartását, illetve a működését, hogy annak idején miért is alakult ki, hogy lettek itt esők, illetve az, hogy a jégkármentesítő rendszere a Dunántúlon 40 éve működik, mégse szárad ki semmi, nem estek az esők. Nyugat-Európában gyakorlatilag 50 éve működik tökéletesen, mégse szárad ki semmi. Tehát itt ilyen boszorkányüldözés gyanánt rettenetes tudós emberek megállapították, hogy eltűnik a felhő, meg elmegy. Jó volna inkább utána nézni annak, hogy maga az Alföldön hogy működött a vízháztartás, megismerni. Nagyon jó írások vannak egyetemekről hozzáértő emberek, hogy miért is szárad ki az Alföld jelenlegi állapotába, hogy jutott ide. Ez kemény munka van benne, tehát körülbelül 30 éve zajlik ez a munka, ami gyakorlatilag beteljesítette ezt, hogy az a csatorna hálózataink, a kubik gödrök, a holtág rendszerek fel lettek számolva, illetve maga az a vízügyi magatartása, vagy vízkezelési magatartása, ami eddig zajlott, hogy zabaduljunk meg a víztől minél gyorsabban, mert akkor nincs vele gond. Ezek vezettek odáig, hogy ez az asszály jelentkezett, ami fog is jelentkezni mindig, míg ezek nem lesznek pótolva, tehát visszaállítva legalább részben, addig ez folyamatosan fog jelen lenni. Erről ennyit, tehát én úgy gondolom, hogy nem kéne itt nekünk belemenni városi szinten, hogy itt megszűnt ilyen boszorkányüldözésbe, hogy biztos ettől van. Annak idején voltak a géprombolók is, akik azért estek kalapáccsal neki a gépeknek, mert elveszi a munkáját. Itt most hasonló szinten vagyunk gondolkodásban ezzel a jégkármentesítővel. A jégkármentesítő nem szünteti meg a jégesőt, ez biztos, csak nem esik öklömnyi jegek, tehát nem veri szét az autót, apróra csökkenti a jégnek a méretét gyakorlatilag. Ennyi szerepe van neki. Kíváncsi lennék, hogy egy ilyen öklömnyi jegek, mikor elverik a félvárost, akkor a jégkármentesítő ellen tiltakozók hogy szaladnának elsőként, hogy igen, én szeretnék fizetni ezért. Tehát én akarom ezt kifizetni mindet. Tehát itt jelentkezni, de nem hiszem, hogy akkor lenne jelentkező, hanem akkor azért ordítanánk, hogy miért nincs jégkármentesítő rendszer. Köszönöm, ehhez ennyit szerettem volna. Illetve a körzetemben a Malom utcának az aszfalt úton keletkeztek kátyúk,
a tél folyamán, azoknak lenne szükség a javítására, illetve az Asztalos utcának a vége. Az eléggé kikátyúsodott a tél folyamán, ott a útalappal rendelkező rész, ott a raktársor felőli vég az elég rossz állapotba került, annak a javítását szeretném kérni majd lehetőség szerint. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Juhos János képviselő úr. Köszönöm. Én is köszönetet szeretnék mindenek előtt mondani a Kossuth egy mögötti épület, Baki Korona utcai óvoda közti rész parkolónak az úzott kővel való megterítéséért. Minden kívánságom így teljesüljön, legutóbbi testületi ülésen vetettem fel, és láss csodát, másnap megcsinálták. Hogy ez hogy történik, azt nem tudom, de ez jó lenne meg, kétségtelen, hogy hát nagyon kedves, hogy köszönöm szépen, ezért már érdemes volt eljönni. Már ugyan látszódnak a nyomai a kanyarba, hogy a kocsik változatlan kiverik a követ, de most szeretném mondani, hogy sokkal jobb a helyzet. Ezzel nem zártuk még le ezt, hogy változatlan, azt mondjuk, hogy ott csak le kellene aszfaltozni, azt előbb-utóbb, mert vagy valami más megoldást kitalálni, de ez most átmenetileg egy jó megoldás lehet. A másik kérdésem és a kérdésem az, látva itt, hogy most itt a napokban a főtéren 3 gumiabroncsot láttam szanaszét eldobálva. Hát ugye az egy veszélyes hulladék, nem lehet elvinni. Aztán ez úgy oldódik meg, hogy van, aki ide dobja, van, aki a másik elé dobja, akinek haragszik rá. Senkinek nem gazdája, és mindenki csodálkozik, hogyha lesz lomtalanítás, mert lesz hamarosan lomtalanítás, és tudom, hogy a veszélyes hulladékot meg sok mindent nem lehet kitenni, de mégis az a kérdésem, hogy valahol ne hagyjuk már ezt, és ne ezt, ebből csináljunk sportot, hogy ráadásul a Békés város, a belvárosba, aki átmegy, valahogy csak meg kell oldani ezeknek az összegyűjtését, elszállítását. És igaz ez a hűtőgépre, meg hasonló dolgokra, még akkor is, hogyha ugye elektronikus hulladékokat is be lehet szállítani a hulladékudvarba. Én itt a következő lomtalanítást tartanám itt erre, vagy ajánlanám a képviselőtestület figyelmébe, hogy ne hagyják már akkor sem ott. Nehéz ügy, mert ugye mi végrehajtók vagyunk, nem mérjük elő, hogy mit vihetünk el. Mert a BKS szedi össze, de mi alvállalkozóként dolgozunk, és így nem úgy van, hogy csak úgy fogjuk és mindent bevihetünk. Megkérdezzük, tehát ennyit tudok mondani, hogy megkérdezzük. Molnár Gábor képviselő úr. Köszönöm a szót. Csak szeretném, ha megtudná az önkormányzat, hogy a Baki utcára az óvoda oldalára kiraktak, a megállítós sávát kitaláltak, ezt a, őszintén mondom, a körséget. Röptibe dobálják a gyerekeket ezután az óvoda előtt, parkolni a kamionok, parkolnak majd a Szarvasi úton, elfogják a forgalmat. Az otlatok meg nem tudom hány száz méterre fognak parkolni, mert nincs hova parkolni, nekik megkiraktak egy megállítós sávát a óvoda elé, oldalra. Oda valami hálót javaslok, hogy fogja meg a hálót a gyerekeket, amikor menet közben kidobálják őket. Mert okos módon kiraktak egy megállítós táblát a Baki utcára, az óvoda felüli oldalra. Jó. Tényleg ott valami forgalomrend is lesz, mert a Varruta, vagy nem tudom, üzemel ott a sarkon a helyén, oda járnak kamionok. Azok nem tudnak megállni az utcába, pakolás széljából. Azok meg fognak állni a Szarvasin, mert azok ott meg tudnak. Akkor ott nem lesz közlekedés. Az óvodába, aki viszik a gyereket, azok vagy a Pennitől sétálnak, vagy onnan tudnak, hogy ott laknak, azok meg megint elmennek valahova parkolni. Megnézzük, képviselő. Köszönöm. Nincs több hozzászólás, akkor április 15-e, ne felejts el senki. És mivel nyílt ülésen tárgyalandó további napirend nincs, ezért zárt ülést rendelek el. Kérem, hogy azok maradjanak a teremben, akiknek erre a jogszabály lehetőséget biztosít. Kedves képviselőtársak,